volt? Szeptember elején jöttem ki, és november elején vagy október végén kitettek az utcára. Az anyuka máshogy gondolta, és volt egy-két ilyen összetűzésünk, meg úgy gondolta, hogy majd így rám nyomul. Az első pillanattól kezdve neki ez volt a terv. Igen. Ja, kiszúrt magának. Kiszúrt a táborban. És apát megfűzte. Mondta, ott ez a gyerek, azt elhozzuk, és akkor majd én... Tjú, ez nagyon ciki. Ugye ez Amerikában, amit látsz a filmekben, ez nagyon menő, főleg gazdagabbaknál, mert ők tele voltak, mint a déli busz. Hát tényleg ott nekik nagyon sok pénzük van. Anyukámékat felhívtam, és mondom, ennyi volt az amerikai álom. MOKA. Magyarok óriási kalandjai Amerikában. Ez hihetetlen. Péterem, mesélj, milyen volt a heted. Nekem nagyon jó. Köszönjük volt. Szépen, Péternek. Szia, nem, azért, mert megpróbáljuk mindig valahogy elkezdeni, és nem akarjuk azzal a sablonnal, hogy a mostani mai vendégünk, kedves nézőink, bla bla bla, és akkor egyébként kövessenek meg minden, mert ez nekünk uncsi. Értettem, persze. De közben ugye a nézőknek, meg a kedves nézőknek ugye el kell mondani, hogy csak kövessenek bennünket, mert hát, ha egyszer valami persze. Ebből adódhat. És most itt van, segíts ki, hogyha nem jól mondtam, Mark Leffler. Leffler Mark, igen. Leffler Mark. Mark, nagyon jó, hogy eljöttél. És tudod, miért jöttél el? Azért, mert elhívtunk, de miért hívtunk el? Én igazából nagyon régóta szerettem volna megosztani a sztorimat, ami így a történetemet, amit a kínlagok Amerikában. És, nem tudom bekapcsolni. De ezt azért csináltam, mert végre volt már olyan vendégünk, aki szívesen mesélte, de nagyon sokan azt kérdezik, hogy de miért engem? Tehát miért engem hívtatok? Nem vagyok érdekes. És a múltkor is behívtunk egy hölgyet, és olyan sztorit előadott az Anna, hogy 2,5 órán keresztül beszélt, és így ültünk. Nem hiszem el. És nem tudhatod, igen. Ez úgy van tényleg, hogy mikor az ember ide kijön, ugye nem számít arra, hogy mi lesz soha. És én úgy volt, ezzel én is így voltam. Így fejest ugrottam a mély vízbe. Otthon hagytam mindent igazából. Te vagy a kérdező, szóval ráthagyom ezt. Ezért ülünk itt. Tehát Márk, amikor még Magyarországon voltál, említetted, hogy rengeteg sportágban igen. Jeleskedtél, illetve részt vettél. Melyik állt legközelebb hozzád? Mindenféleképpen az úszás, mert 4 éves koromban kezdtem el. Ez egy érdekes sztori. Gerincferdülésem volt, ez az ortopédus, az elvittek a szüleim, és kiderült, hogy gerincferdülésem van. És hát ugye anyukám még nem tudták, hogy mihez kezdjenek, és kérdezték az ortopédust, hogy hát akkor mit tudunk ezzel kezdeni, vagy hogy tudjuk ezt helyrehozni. És az ortopédus mondta, hogy hát ússzon a gyerek, menjen el úszni, és ez így teljesen ki fogja egyenesíteni. Hát így is tettek anyukámék, elvittek a BVSC-be, ott kezdtem 4 éves koromban, és hát ott ragadtam egy olyan 10 éven keresztül. Igen, ott úsztam 10-11 éven keresztül, és abból 2-3 év volt vízilabda. Szóval amikor meguntam az úszást, ugye mindig a medencének a fenekét nézed, az egy kicsit unalmas egy idő után, de versenyeztem, érmeket nyertem. Melyik volt a kedvenc úszónemed? Mellúszás és a gyors. Ebben a kettőben versenyeztem, de meguntam egy kicsit egy idő után, és akkor úgy voltam vele, hogy hát dobálózásban mindig is jó voltam, próbáljuk ki a vízilabdát. Meg láttam a vízilabdásokat mindig ott edzeni, és úgy voltam vele, hogy szerintem ez nekem is menne, és hát megpróbáltam. De viszont nagyon vékonyka voltam, és hát igen, nem számítottam arra, hogy ilyen nagy emberekkel betesznek engem oda a vízbe, és mivel jó voltam, ezért feltettek a 92-esek közé, 93-as vagyok, és a nagy centerek, ezek, tudod így, azért rendesen... A darálóba kerültél. Darálóba betettek, igen. Én Budapesten diszkóztam az Old Man's nevezetű helyen, és ezt már többször elmeséltem, lejött a foci válogatott egy része, ott a helyi csajok, azok oda voltak meg vissza, és egyszer megérkeztek a vízilabdások. A legkisebb, legalacsonyabb vízilabdás 2 méter 20 centi volt, és 179 kiló, és ilyen V betű volt a háta. Na hát a lányok egyből azt mondták a focistáknak, köszönjük, lehet, hogy nagyon jó kerestek, de hát a vízilabdás fiúk itt vannak. Igen, ez így van, a V alak az úgy van. Vékony láb, széles hát, aztán
Igen, az biztos, így különbözteted meg a vízilabdásokat. De egyébként azt figyeltem meg, rengeteg élsportoló, sportoló barátom van, hogy ezek az emberek későbbiekben úgy tudják kamatoztatni a sportban megszerzett tudást, barátságot, egy életre szól. Tehát, hogyha együtt edzettél valakivel, együtt kínlódtál, együtt tusoltál, ez együtt mentél edzésre, az szinte tényleg olyan, mint egy vértestvérszerű valami, nem? Igen, mindenféleképpen. Mint hogy akiket én ott megismertem, a csapattársakat, ők elég közel álltak hozzám annó, amikor otthon laktam. Csak az a baj, hogy én kiköltöztem 21 évesen, és így konkrétan mindenki lemorzsolódott, de olyan szinten mindenki, hogy én egy-két embert tudok így felhozni, akikkel így még tartom a kapcsolatot a mai napig, és ez nem azért van, mert én nem kerestem őket, vagy így, ez ilyen kölcsönös dolog, tudod, hogyha valaki, hogyha az egyik fél nem keresi a másikat, akkor a másik sem. Szóval, hogy így... De ismerős egyébként, mert nekünk is, nem tudom, Péternek így van, de nálam például úgy van, hogy a telefonvonal, a Viber, a WhatsApp, meg minden ilyen dolog, az nem működik csak Amerikában, Magyarországra. Igen. Tehát Magyarországon ide nem működik, tehát nem ismerik, hogy akkor esetleg Messengeren rám írjanak, igen, hogy figyelj, igen, mi újság van. És az ember ezt egy kicsit olyan rosszul éli, furcsán éli meg, ugye? Igen, egy kicsit. Tehát, hogy... Gyerekkori barátok az azért egy olyan dolog, amit így közel áll a szívedhez, érted, és akkor így kijössz, és belecsöppent itt a nagy világban, és így nincs senki, aki támogatna, főleg otthonról nem, szüleiden kívül, és ez kicsit így nehéz, de egy barátom még mindig van, akivel nagyon jó barátok vagyunk, és tartjuk a kapcsolatot, de innen tudod, hogy ki a jó barát, ki az igazi barát, aki nem morzsolódik le, aki ott marad és támogat, az a jobb lesz. Igen, tehát a támogatáson gondolom azt érted, hogy más nem hajrá. Igen, már, igen. Tehát, igen, hogy meg tudod csinálni, ne viccelj, ügyes vagy. Persze, igen. Vagy ennyit válsz valakitől, vagy hogy mesélj, mi újság van. Így van, így van. Mindenféleképpen, és az tényleg az, hogy csak ott van, és hogyha valami, tegyük fel, hogyha valakivel szerettem volna beszélni, tudtam, hogy őt hívhatom, mindig ráért, és meghallgatott, ha kellett. Ez fontos, ez az ember életében, hogy legyen valaki olyan, akivel így lehet tudni beszélni azért. Itt már azért szereztél barátokat. Ez egy jó kérdés, ez egy nagyon jó kérdés, Attila, mert nem nagyon. Nem mert nagyon? Ez az a baj ezzel, hogy szereztem, én majd ebbe belemegyünk kicsit később, de ide jártam egyetemre, vagyis főiskolára, és a kollégiumban laktam, és hát ott nagyon sok emberrel találkoztam. Különböző egyetemekről, meg főiskolákról voltak ott emberek, és egy-két barátot szereztem, nem mondanám, hogy egyet se, de egy ember van, akire úgy tudok rá tekinteni, mint az otthoni barátomra, érted? Uh-huh. Szóval, hogy egy ember a, nem is tudom, ezer emberből, vagyis több ezer emberből, akivel találkoztam, és ez egy kicsit hiányzik otthonról. Ez az egyetlen, nem az egyetlen dolog, de az egyik Te dolog. Egy ilyen nagy baráti életet éltél, tehát, hogy sok ember volt körülötted, mindig tudtad, hát eleve a sport miatt. Hát a sport miatt is, igen. Ott alapban vagytok 20-25-en. Igen, én mindig is így a figyelemnek a középpontjába tartoztam, középiskolában is, általános iskolában is, így szerettem emberekkel társalgogni, és tényleg így barátkozni, és volt egy olyan közösség, amiben én benne voltam, és abból így kikerültem, és akkor utána egy kicsit azért ez így megérintett, nem is az, hogy most annyi, meg kellett szokni. Ez egy olyan dolog, hogy az ember mindig a komfortzónájából ki kell, hogy tegye magát egy kicsit ahhoz, hogy rájöjjön, hogy mi számít igazán az életben. Ezt tudod, Márk, azért nagyon jó, hogy ezt elmeséled, mert ugye mindenki azt képzeli, hogy ha kijön Amerikába, akkor Amerika az befogadja. Tehát, hogy így, igen, gyere, igen, gyere, hát rád vártunk hány éven keresztül. Igen, igen. Na most nem így van a gyakorlatban. Gyakorlatilag majdnem kapsz egy nagy kérdőjelet, hogy miért jöttél ide, mit akarsz itt csinálni, majd amikor már bizonyítasz, hogy te mit tudsz csinálni, akkor persze már kell lesz neki, igen, de addig, és a másik dolog az, hogy például a te korosztályod, hogy nézem, Péter drágám, a te korosztályod esetében is, de hát ugye az enyém ugye itt nyugdíj előtt kettővel, hogy például a te korosztályodnál ugye a főiskolákon, egyetemen ontják a gyerekeket, tehát kifelé, tehát annyi tanult itteni amerikai is van, hogy hihetetlen, és ez még te meg idejössz, akkor te vagy az 1 millió 1. aki ezt csinálja. Jól, igen, látom? Igen, jól látod, mindenféleképpen, és nekem egy kicsit ez így egyszerűbb volt, én úgy gondolom, mert én táboroztatni jöttem ki, az annó, azt hiszem CCU-sával, az volt a nevük, ők azzal foglalkoznak, hogy egyetemi diákokat kihoznak nyárra, egy nyári munkára, és
foglalkoztatják őket, vagy gyerekekkel, vagy konyhán dolgoznak. És nekem ilyen szempontból azért ez így egyszerűbb volt, mert egy olyan közösségbe kerültem be alapvetően, ami befogadó volt, és voltak emberek nemzetközi mindenhonnan, tényleg Szlovákiából, Angliából, Írországból, különböző emberek, akikkel találkoztam. Szóval én nem az a tipikus amerikai közösségbe kerültem bele legerőször, ami te is mondtad, hogy annyira azért nem mondanám, hogy nem befogadó, csak egy kicsit azért így húzzák a... Igen, tehát van egy ilyen fenntartás. Igen, van egy kis fenntartás, az, hogy mi az akcentus, milyen akcentussal beszél az angolt, érted? És én mindig is így éreztem magam, és ezért úgy voltam vele, hogy nekem mindenféleképpen olyan szinten kell megtanulnom az angolt, hogy én szeretnék lakni, hogy tényleg befogadjanak. És ezt mindig is így éreztem, és kicsit úgy voltam vele, hogy nem éreztem jól ilyen szempontból magam, amikor angolul beszéltem, és volt bennem egy kis ilyen félelem, és én visszatartottam magam legtöbbször, de ebben nekem az segített nagyon, hogy az első alkalom, amikor én kijöttem, 2013-ban a táborban, én találkoztam egy lányjal, aki amerikai volt, és hát ő nagyon befogadó volt. Igen, túlságosan is. Csak őszintén, magyarul. Csak őszintén, igen. És mi együtt voltunk az egész nyarat mi együtt töltöttük ott a táborban, és utána igazából találkoztam a családjával is, szóval ilyen betekintést kaptam az amerikai életbe valamilyen szinten, ami utána nekem nagy önbizalmat adott valamilyen szinten, hogy tényleg akkor egy kicsit, akkor most már tudom, hogy ez hogy működik itt. Hogy figyellek téged, azt veszem észre, hogy te az a típusú srác vagy, mint nekem az általános iskolában az egyik legjobb barátom, akivel zenekart is alapítottunk. És te az a formájú srác vagy, ezt már ismételtem, aki, tudod, ez a lányoknál ez a tuti bejövő, érted? És én voltam mindig a második. De képzeld el, ő volt a legjobb tanuló, én meg ugye a másodikén. Ő volt a legerősebb, én második. Ő volt a legjobb focista, én mindig örök második voltam is, de ettől függetlenül imádom, szeretem a mai napig, de hogy te az a típusú srác vagy, és azt hiszik, hogyha most nézik a kedves nézők, ugye a hölgyek biztos azt mondják, ez a Márquez, meg ilyen egy-két ajtócsapkodás, viszont a fiúk, ugye a fiúknál meg az lehet, hogy rád néznek, és akkor vagy bejössz neki, vagy nem. De hát ugye a sport életed miatt, tehát biztos, hogy nagyobb százalékban azt mondják a srácok is. És hogy valószínű, hogy te ebből tudsz kamatoztatni, ugye? Tehát eleve, hogy a sport életed oké. Az ad egyfajta erőt, egy tartást. Mert ugye a víz, ha úszol, akkor elsüllyedsz a vízbe, ha nem jól csinálod. Ha vízilabdázol, lenyomnak a francba, és akkor megfulladtál. Igen. De azért ez a kitartás is kellett ahhoz, hogy itt maradj, és már itt vagy 7 éve, 6 éve? Hát most lesz 6 éve szeptemberben. 6 éve itt vagy, és gyakorlatilag megállod a helyed. Mert nem az van, hogy otthonról pumpálnak anyuci apuci, és akkor minden hónapban 5-10 ezer dollárt kiküldenek, és akkor már kisfiam, csinálj, amit akarsz. Parancsolj, Péter. Két dolog van. Mi a kocsiból itt beszélgettünk a Márkról. Ezt úgy mondod, ezt a kocsit, hogy azt hittem, hogy azt mondod, a kocsmában. Igen. A kocsmában beszélgettük a Márkkal. Igen. És amikor megismerte a feleségét, azt el akarod azt a sztorit mondani, hogy ne én mondjam el, hogy... Ja, mindenféle. Azt, hogy... Vagy, mert most pont arról beszélünk, hogy hogy néz ki a Márk, és a felesége azt hitte, hogy kicsit olaszosan néz ki. Uh-huh. Túl olaszosan. És ezért ez egy hosszú sztori, ha akarjátok, elmesélem. Persze, kíváncsi. Igen. Alapvetően úgy volt, hogy ugye én soha nem voltam az a típusú... fiú vagy srác, aki sokáig megtartott egy lányt. Ez nem tudom, hogy miért van. Soha nem volt hosszú kapcsolatom. Otthon is, amikor otthon voltam, a legtöbb, ami 6 hónapos volt a leghosszabb kapcsolatom, abból a 6 hónapból én 2-3 hónapot Angliába töltöttem. Szóval szerintem ez elég sok mindent elmond az én kapcsolati státuszaimról, de az a lényeg, hogy angolosan, but, oké. Okay. Na mindegy, az a lényeg, hogy én, amikor ide költöztem, akkor ugyanezzel a felfogással költöztem ki, hogy hát én jól szeretném érezni magam, nem szeretnék hosszú távú kapcsolatokat, és majd lesz, ami lesz. Na most, amikor én bekerültem az egyetemre, vagy a fősulira,
És a Colasba laktunk, ott nagyon sok spanyol lány volt, olasz lány, akik jöttek külföldről egy szemeszterre, és ők is jól szerették volna érezni magukat. Uh-huh. Hát te meg nem álltál ellen, hát csináljátok. Igen, én úgy voltam vele, hogy hát figyelj, én nem vagyok semmi rossznak az elrontója. De azért, mert megteheted. Ezzel kapcsolatban még szerettem volna valamit mondani, amit te is mondtál, hogy ugye elég népszerű voltam a lányok körében, annó általános iskolától kezdve, uh-huh. középiskoláig, egyetemig. De én mindig egy olyan embernek tartom magam, aki azért nincs az, hogy én most hogy így nézek ki, úgy nézek ki. Nincs ez fókuszban nálad. Nincs egy fókuszban állandó. Ez egy adottságot. Igen. Jó, oké. Hát miért ne használnád ki? Persze, világos. És ez az a vicc, hogy akik úgy gondolom én, sok emberrel modellkedek, és akik úgy gondolják, akik te úgy gondolod, hogy jól néz ki, azoknak van a legtöbb problémájuk, amikor én a kinézetükhöz... Érted, amikor úgy van, hogy azt mondják, hogy hú, de jól nézel ki, és akkor azt mondják, igen, jól nézek ki, komolyan így gondolod? Uh-huh. Ők nem hiszik el ezt így magukról, és én ugyanígy voltam ezzel, önbizalom, ezt a szót kerestem, bocsánat. Self-esteem. Self-esteem, exactly. önbizalom, ami nekem nem nagyon volt soha, és ez lehet, hogy érdekes nektek egy kicsit, de sportba se, magánéletbe se, és amikor én ide költöztem Amerikába, akkor nekem ez így nagyon durván így olyan szinten tetőzött, hogy... Neked van testvéred már? Két testvérem van, két öcsém, igen. Két öcséd. Akkor azt se lehet mondani, hogy valamelyik bátyád elnyomott volna. Nem, ez nekem azért volt, mert én mindig úgy éreztem, nem voltam egy nagyon jó tanuló soha. Én középiskolában, hát ilyen, nem mondanám, hogy közepes, annál jobb, uh-huh. de soha nem voltam olyan nagyon jó tanuló. De én mindig úgy éreztem, hogy azért az élethez megvan az eszem. És szerintem az fontosabb, mint az, hogy most egy könyvmoly vagy, és akkor tanulsz, érted. Uh-huh. De nekem ez szerintem onnan jött a vízilabdához. Csak egy kicsit... Ja, bocs, ne haragudj. Nekem ez onnan jött a vízilabdából adódott szerintem az egész, meg az úszásból, mert amikor én vízilabdáztam, akkor elég vékonyka voltam, ahogy uh-huh. mondtam. Hát most se vagy az a túlzottan elhízott. Nem, de most legalább már edzek, és akkor uh-huh. tudod, ez így azért így kiegyenlítődik, meg amikor én vízilabdáztam, akkor idősebbekkel vízilabdáztam, mindig egy korosztályra feljebb játszottam, és én soha nem gondoltam úgy, hogy én elég jó vagyok, és mindig volt ez az elnyomás olyan szempontból, uh-huh. hogy amikor a sportnál, a vízilabda, és nekem mindig ilyen érzésem volt a sportban, és szerintem ez így hatványozódott, amikor abba hagytam a vízilabdát, mert akkor így el kellett valahogy helyezkednem az életben, és úgy gondoltam, hogy hát annyira jó nem tanulok, és most érted, akkor mivel fogok így kitűnni. Uh-huh. És, de ki akartál tűnni mindenféle? Mindenféleképpen ki uh-huh. akartam tűnni. Ez bennem így volt, mert szerintem nekem ez abból is jött, hogy a két öcsém, amikor megszületett, én 6 évig egyedül voltam, és 6 év, amikor 6 éves voltam, akkor megszületett az egyik öcsém. Uh-huh. És utána a szüleim egy kicsit így, a figyelem az így eltolódott, uh-huh. és én úgy éreztem mindig, hogy kicsit ki kell tűnnöm. Ahhoz, hogy megkapjam. Hogy a figyelmet visszakapjam. Igen, legalábbis igen, figyelmet szerettem részét. Volna felvenni aha. magamra. És szerintem ebből adódik mindenféleképpen uh-huh. a sportból, és az, hogy ugye van két öcsém, és a figyelem egy kicsit elterelődött, amikor ők megszülettek, és én ezt próbáltam így valamilyen szinten így visszahozni. És amikor kiköltöztem Amerikába, nekem azért volt nagyon szimpatikus Amerika, mert én úgy éreztem, hogy sokkal elfogadóbb mindenki. Ahogy te is mondtad, hogy annyira nem vesznek be, de ha már azért valamilyen szinten azonosulsz velük, akkor onnantól kezdve sokkal több önbizalmat árasztanak magukból, így feléd. Meg eleve a tanítási módszer itt Amerikában, azt figyelem meg a tizenéveseknél, hogy ő a legfontosabb. Tehát, igen. hogy mindig saját magának, hogy te vagy a legjobb, igen, te igen, megcsinálod, igen. biztos, hogy megcsinálod. Föl sem erül bennük azt, hogy esetleg egy kérdőjel, mint nálunk, hogy hát most mit erőködsz ezzel? Ez nem, így van. Nem, ez te, így van. Te ezt megcsinálod. Ez így van. Szerintem a tanítás otthon egy kicsit el van ferdülve, nem kicsit, nagyon. Én mindkét helyen jártam egyetem, vagyis főiskolára, mindig mondom, hogy egyetem, de ez főiskola igazából. Fősülőre jártam otthon a TF-re, és itt Brooklynba jártam egy főiskolára, és nekem ugye így összetudom a kettőt hasonlítani. És nekem az nagyon szembetűnő volt, hogy a tanárok annyira elfogadóak voltak itt, és tényleg az volt bennük, hogy hát át akarnak ez valahogy rugdosni akkor is, uh-huh. ha nem mész át, érted? Uh-huh. Otthon meg az van, bejössz a anatómia vizsgára, tetőtől talpig, mondod az összes csontot, izmot, izületet, uh-huh. és az egyet
elrontasz, akkor karó. Ennyi. Uh-huh. Érted? Itt meg úgy volt, hogy egyszerűen annyira támogató, annyit támogattak. De itt egyébként ugyanazt tanultad, mint a TF-en? Ugyanazt tanultam, igen. Uh-huh. Rekreációra jártam otthon. Itt meg, hát nem tudom ezt, hogy fordítom le, igazából physical education, ami azt jelenti, hogy fizikai tanulás. Uh-huh. Szóval ilyen tesi tanárnak tanultam, meg, meg edzőnek. Uh-huh. Amit később csináltam is egy ideig, de az a lényeg ezzel, hogy én úgy éreztem, hogy az elnyomás, meg az, hogy tényleg az, hogy ez nem volt annyira itt az amerikaiakban benne, mint az otthoni uh-huh. tanárokban, vagy az oktatásban, így alapvetően. Igen, az a kipréselünk belőled akkor is valamit, ha nem veszed föl ezt a ritmust, meg ezeket a dolgokat, akkor meg menj a francba. Igen. Keres egy másik főiskolát, egyetemet, nem Igen. kell itt erőködni ezzel. És, na mindegy, de ne is menjünk ebbe bele. Jó, persze. Szóval kijöttél, és most így ezzel a fejjel, hogyha visszanézel, nem bántad meg? Egyáltalán nem. Nem. Ahogy mondtam, amióta itt kint élek, az önbizalmam sokkal... Tényleg az egy olyan szinten van most, ami úgy érzek, hogy ha haza is mennék, akkor is elboldogulnék simán. És tudnád kamatoztatni. Tudnám kamatoztatni, persze. És annyi dolgot, annyi különböző melót csináltam itt kint, meg annyi különböző emberrel találkoztam, kultúrával, a nyelvet megtanultam. Úgyhogy ez egy olyan önbizalmat ad valamilyen szinten, ami tényleg ezt tanítani nem lehet sehol, uh-huh. érted? Szóval, hogy ez... Lehet, hogy, mert én egyébként azt éreztem, amikor kijöttem ide, hogy így tényleg kitágul a világ. Vagyis egy ilyen nagy ajtó, dupla ajtó kinyílt, és én már öregen jöttem ki, de hogy egyszerűen azt éreztem, hogy te Jézusom, hát nekem ezt kellett volna már gyerekkoromban csinálni. Tényleg így, hogy te kijöttél ilyen 20-pár évesen. 21 voltam, igen, amikor összekijöttem. 21 évesen, Aha. és hát ez akkora lehetőség, te még bele tudsz szokni, ezt a ritmust föl tudod venni, tudod a helyzeteket, hogy mikor, merre, hogy, igen. hova tudsz lépni, mozdulni. És itt azért van 1000 millió lehetőség, tehát itt tudsz is. Ez így van, igen. Hogy jött neked a modellkedés? Mert azért áruljuk el, hogy te modellkedsz, és ugye a múltkori kedves vendégünk, lehet mondani? Igen, Rozit. A Rozit, ő ajánlott téged, hogy mindenféleképpen beszéljünk veled, mert egy az, hogy nagyon szeret téged, mint kollégád, barátod, meg ugye együtt fotózkodtok, meg minden dolgot csinál, és ráadásul te ilyen jó beszélős vagy. Ugye, hogy ezt mondta? Igen, és itt jön az, amikor azt mondtad, hogy elvesztetted a barátaidat, uh-huh. vagy hogy lekoptak, vagy... Rossz gombot nyomtál, Péter, nem tudom. Nem. Ja, azt te vagy. De látom, megkezdve látom. De viszont itt van, nem a mennyiség számít, hanem a minőség. Mert itt van a Rozi, az ez egy mekkora van. Egy barát. Nagyon nagy, igen. Szóval... És a másik dolog, bocsak, közben állok megint, az, hogy ti csináljátok a dolgotokat a Rozival itt, uh-huh. nagyon jó helyre elkerültök, most már ugye jó pénzeket is kerestek, a szakma valamelyik része biztos, hogy ismer benneteket, Igen. és az az érdekes, hogy Magyarországon nem tud rólatok senki. Ez így van. Tehát, hogy ugye megvannak a... Mondjad. De ez meg fog most változni, mert hogy mindenki ezt a podcastet fogja nézni, és onnan fogják őket látni, és ha azt mondom, amikor ez megjelenik, ez a műsor, akkor a Marknak lesz egy premierje, amit be fogunk ide linkelni, hogy van egy kis műsor, van egy kis projektet, amit Igen. csináltál, és az be fogják linkelni. Igen, egy kis film, nem is tudom, minek nevezzem. Nem egy teljes film, amit a mozikban uh-huh. látsz, de egy kicsivel rövidebb, amit majd most mutatunk be vasárnap, most lesz a bemutató. Uh-huh. És igazából az első ilyen... Én nagyon régóta modellkedem. Hagyj kezdjem azzal, elkezdjük a modellkedés, és akkor elég, amióta kiköltöztem, azóta modellkedem. És ez de, úgy ez, de ez hogy jött? Tehát, ez úgy indult nekem. New York Times, vagy valami déli apró, vagy valami express újság, vagy valamit elkezdtél lapozgatni? Tehát nem, ez úgy volt nekem, hogy én nagyon, nagyon is szerettem, mindig szerettem a figyelemnek a középpontjában lenni, ahogy uh-huh. ezt említettem korábban. És én otthon is próbálkoztam. Ez nem titok, hogy én otthon is próbálkoztam. Az Arts Modelsnél... még szerintem mindig a nevem ott van bent, vagy a képeim régről. Csak az a helyzet, hogy én nagyon fiatal voltam, amikor ezt elkezdtem otthon. Uh-huh. És a férfiaknál az úgy van, hogy egy kicsivel másabb, mint a nőknél, mert a nők úgy vannak, hogy korán kezdenek, és ugye hamar
befejezik. Szóval hogy annyit nem, olyan sokáig nem tudnak modellkedni, de ez a férfiaknál az úgy van, hogyha elkezdett, tegyük fel 21 éves korodba, 40-50 éves korodig simán tudod, simán tudod csinálni. Már ebből is kiestem, igen. És nekem ez úgy jött, hogy én otthon is próbálkoztam, castingokra jártam, minden, és volt egy, a sok casting közül, amire én jelentkeztem ott, otthon, egy összejött, amire én büszke voltam, ez egy Samsung reklám volt, Samsung reklám volt, és két modellt vagy színészt hívtak Amerikából, Kaliforniából, hogy ők legyenek a főszereplők benne. Én egy ilyen valamilyen szinten főszereplő voltam, de azért ők voltak ők voltak így a középpontban. És én akkor már tudtam egy kicsit angolul, mert azt hiszem úgy volt, hogy én voltam kint 2010 és 2011-ben én kimentem Angliába angolt tanulni, csak ilyen nyári programra, és tudtam azért valamennyire angolul, és hát ők nagyon szimpatikusak voltak, meg nagyon tényleg ilyen felszabadultak voltak, ahogy mondtam, hogy az amerikaiak milyenek, tényleg ilyen nagyon ilyen, tényleg most itt vagy, jó, akkor menjünk, egy csináljuk, ennyi, nem mint otthon, tudod, amikor hazamegy, nem tudom, mikor voltatok utoljára otthon, de én 2 éve, de azért otthon, amikor besétálsz egy közérbe, akkor nem az van, hogy hát, hogy vagy, mi a helyzet, hanem, hogy ja, már megint itt vagy. Érted? Szóval nem szeretnék azért, nem szeretnék általánosságban beszélni a magyarokról, mert... Várja. Attila, nekem mindig úgy lesz, mondja, már megint itt vagy. Jó, de az a itt Amerikában. Viszonyat. Péter, most jó, hogy közbe vártunk egyébként, hogy ezt a reklámfilmet megtaláljuk valahol esetleg. A Samsungot? Aha, amiben benne volt. Hát ez már nagyon rég volt, Attila, nem tudom, ez egy jó kérdés. De milyen jó tőled hallani, hogy Attila. Képzeld el, hogy anyukámon kívül senki nem hív úgy, hogy Attila. Hogy hívnak? Ő szokta, de nem, mondja nyugodtan. Oké, jó. És a Péter, mikor bosszant, akkor Attila. Szia, Attila. Attila. És kész vagyok, meg bárki rosszat akar mondani, mindig Attila. De jó, ezt kivágjuk ezt. De ez olyan, mint a Rozi meg azt mondta, hogy a kollégád, a barátod. Ő meg nem tudta a neveteket mi. Nem, tudta, csak hát ja. Neki ez volt a megszokott, az, hogy kollégád, utána azt mondja a barátod, és Attila, hogy ez nem a barátom. Nem, azt mondtam, hogy te nem vagy a barátom. Na igen, igen, tehát otthon megkaptál egyet, ezt a Samsungot. Igen. És hát én utána nagyon-nagyon tetszett, meg én ezt mindig is szerettem csinálni, mondtam. Magamat vettem fel telefonnal annó otthon, és itt mindig is nagyon szerettem. Ja, ez egy jó sztori, ezt még elmondom gyorsan, hogy akármikor, amikor a szüleim elvittek anyukám színházba, én mindig elkezdtem kérdezgetni a színészekről. Most mit csinálnak a színészek? Hova mennek? Vagy hogy élik az életüket, érted? Ez engem nagyon foglalkoztatott. És én a Vörös Marti Mihály gimnáziumba jártam, ahol volt drámatagozat. Na, én oda jelentkeztem, és az alkalmassági vizsga alapján engem fel is vettek volna, csak én egy olyan általános iskolába jártam, ami nem olyan szempontból nem volt jó, hogy a jegyeim nem voltak a legjobbak. Egy zsivány srácnak tekintettem magam annó, és így zsiványkodtunk mindig, és nem nagyon fókuszáltam annyira a tanulásra, és emiatt engem nem vettek fel arra a tagozatra. Hanem egy ilyen általános tagozatra mentem, és de ugye ebből az is látszott, hogy én mindig ebbe így szerettem volna így benne lenni, és így foglalkozni ezzel, és de otthon én úgy éreztem, hogy nagyon sok volt a ez nem jó szó rá, nem a konkurencia volt a sok, hanem nem volt elég munka. Mert itt New Yorkban itt annyi munka van, hogy ha szeretnél dolgozni, dolgozol. És hogyha van tapasztalatod. És emiatt, amikor én kijöttem, akkor egyből úgy voltam vele, hogy hát jó, akkor csináljunk egy-két fotót. Volt egy srác a kollégiumban, akinek mondtam 2015-ben, amikor kiköltöztem, hogy figyelj, csinálnál rólam egy-két képet, mindenféleképpen ezt a modellkedést el szeretném kezdeni, és ő fotós volt. Lőtt egy-két képet rólam, mert elég jó képek lettek, és én azzal elkezdtem jelentkezni egy-két munkára, és az elején ez úgy van, hogy neked ezt fel kell építeni, szóval nem fizetnek egyből egy-két képért, meg hogy nincs tapasztalat, ezt fel kell építeni, és hogyha felépíted, akkor utána minél több fizetős munkát tudsz ugye szerezni, és hát így alakult ki, és egy 5-6 éven belül ezt így teljesen így felépítettem. De várj. Átugrottuk a színházat. Ja, legalábbis a drámatagozatot. Igen, És a végén csak oda kerültél? Nem kerültem be a drámatagozatra. Én az egy általános osztályba kerültem be,
És ami... akkor ez mindig benned is volt, hogy te szeretnéd tudni, hogy mit tesznek a színészek, amikor ugye összemegy a függöny, és akkor a sminket lemossák. Igen, aha. Igen, ez engem mindig nagyon izgatott, és amikor kiköltöztem, ugye ezt elkezdtem modellkedést, mert igazából nem tudtam, hogy a színészkedésben hogy tudnék, hogy kéne ezt így elkezdeni, és úgy gondoltam, hogy hát ha modellkedek, akkor talán egy idő után majd egy szép lassan el tudok ahhoz érni, hogy tényleg akkor színészkedek. És ahogy mondtam, felépítettem a portfóliómat, és azóta 5-6 éve már lassan elég sokat tudok dolgozni szerencsére. De ügyes vagy, komolyan. Azért mondom ezt, hogy és ne arra, hogy megint közbevágok, de hogy 21 évesen kijössz. Oké, hogy most jöttél Brooklynba, és nyári szünetben te dolgozol, de hát azért csak 21 éves vagy, azért elég fiatal, még akkor az ember nincs tapasztalata. Igen. Egy ilyen országban 300 millió ember van, és belefogsz, és tudod, hogy annak a részének a 3 vagy 4 hónapig tartott, vagy meddig? Mármint, hogy a tábor, ugye? A tábor. Igen, az... Három hónap. Aha. Igen, tehát neked ott a 3 hónap alatt annyi mindent kellett beszívnod magadba, hogy úgy dönts, hogy te itt maradsz, hogy az egy nagyon nagy mennyiség. 3-szor jöttem vissza, azt hozzá szeretném azért tenni, hogy én 2013-ban volt az első alkalom, és utána 2013, 14 és 15 nyarán kijöttem, és nekem nagyon nagy mázlim volt. Szóval én ezt nem mondtam neked se, Péter, de nekem egy akkora mázlim volt, olyan, mint hogyha megnyertem volna az 5-ös lottót. Nem, milyen mázlim volt? Úgy történt, hogy ahol a táborban, ahol dolgoztam, a harmadik, második vagy a harmadik nyáron az egyik gyereknek az apukája odajött hozzám, és ilyet szól nekem, hogy hát, hogy mi nagyon szeretnénk, hogyha babysittelni a gyerekeket a tábor után, hogy érdekel-e. Mondom, igen, nagyon is érdekel, mert én itt szerettem volna lakni, ugye, meg mit tudom én, és mondták, hogy jó, akkor gyere el hozzánk egy vacsorára, volt valami nyaralójuk ott a Long Island-en, gyere el hozzánk vacsorára, és akkor bemutatlak a feleségemnek. Jó, oké, akkor nézzük ebből, mi lesz. Elmegyek hozzájuk, a felesége, az volt az első alkalom, hogy találkoztam a feleséggel, és... egyből, így ilyet szólnak a feleség, hát, hogy mi arra gondoltunk, hogy hát mi lenne, hogyha mindent ott hagynál Magyarországon, ami van neked, suli, munka, mit tudom én mi, és kijönnél ide hozzánk, mi támogatnánk valamilyen szinten az egyetemre is, hogy itt tudod folytatni az egyetemet, vagy a fősulit, és akkor, hogy mit gondolsz erről? Hú, Márk, hát ez mesébe élő. Igen, ezt apukámnak is mindig ezt mondom, meg szüleimnek, hogy ez tényleg, annyira ritka, ez hát főnyeremény ez volt. 100 millióból egy. Ez nagyon nagy mázli volt, de nekem ez az kellett, hogy én 3 nyaron keresztül visszamenjek, és ugyanabba a táborba, jobban legyek az emberekkel, beszélgessek velük, és na mindegy, szóval utána én nagyon izgatott voltam, de haza kellett mennem, mert lejárt a vízumom, ami az a dolgozó, ami nyár volt, és nekem jelentkeznem kellett a tanulói vízumra. És egy kicsivel tovább tartott az jelentkezés, mint ahogy gondoltam. 6 hónapon belül úgy volt, hogy visszamegyek, de 6 hónap helyett ez egy évre így sajnos egy évig tartott, mert volt egy-két ilyen papírmunka, ami nem sikerült, meg el kellett végeznem egy ilyen nagyon komoly nyelvvizsgát, TOEFL, azt hiszem, úgy mondják magyarul, ami az egyetemre kellett, úgyhogy én el tudjak ott kezdeni fősülni, el tudjak kezdeni tanulni. És de azt hozzáteszem, hogy amikor én azt hittem, hogy sikerülni fog az első alkalommal, amikor letettem ezt a vizsgát, csak én nem tanultam rá. Jól tudom, hát jól beszélek angolul, hát mind jó, simán meg lesz. Nem sok kellett volna hozzá igazából, de nem sikerült, és emiatt csúsztam egy szemesztert. Ami azt jelenti, hogy én ősszel jöttem volna ki, nem, tavasszal jöttem volna ki, és ehelyett ősszel tudtam csak kijönni. Szóval egy fél évet otthon ragadtam úgy, hogy én a TF-et ott hagytam, nem volt munkám, mert teljesen így voltam, úgy teljesen lázba voltam, hogy kijöjjek. És akkor nekem ott kezdődött egy ilyen elég sötét időszak, ami elég sokáig tartott, ez a szorongás, ez kicsit depressziós időszak, hogy hú, most akkor mi lesz, mert mi van, ha mégse sikerül. Erre vágytam mindig is, hogy Amerikában. És itteni család, az amerikai, ők vártak? Ők vártak, igen. Ők vártak, de... nem volt annyira pozitív a visszajelzés, amikor megmondtam nekik azt, hogy hát figyelj, 6 hónapot csúszunk. Szóval emiatt is így egy olyan stresszes helyzetbe kerültem, ami úgy volt, hogy hát most akkor mi lesz? Ez volt az álmom. És hogyha most ez nem sikerül, ott hagytam a sulit, munkát, abba hagytam minden, és akkor most mi lesz?
De szerencsére megvártak engem. És egy gyerekre kellett babysit? Kettőre. Két kisfiúra, igen. Na most egy kicsit így, kicsit előre megyünk egy hónapokkal. Amikor szeptemberben kijöttem ide, akkor az őszi szemeszterre jöttem ki. Ugye én nekem felvettek már a súlyban, minden rendben volt. És képzeld el, most nem akarom nagyon sokáig erről beszélni, mert igazából nem az az életem már, meg nem így alakult. Szeptember elején jöttem ki, és november elején vagy október végén kitettek az utcára. Jó, az a kemény. Kitettek az utcára, mert az anyuka máshogy gondolta, és volt egy-két ilyen összetűzésünk, meg úgy gondolta, hogy majd így rám nyomul. Ja, az anyuka. És én meg úgy voltam vele, hogy hát figyelj, én jobban voltam az apukával nagyon, tiszteltem, uh-huh. meg ő segített nekem kijönni, meg ő finanszírozza itt a dolgokat, a legtöbb dolgot, és úgy voltam, hogy hát nem, én ebben nem veszek részt, uh-huh. és... Szóltál az apukának? Nem szóltam, nem, mert úgy voltam vele, hogy nem akarom a házasságukat tönkretenni, uh-huh. Viszont úgy alakult, hogy... Az anyuka elkezdett ilyen sztorikat rólam mesélni az apukának, hogy hát én így nem vagyok jó a gyerekekkel, úgy nem vagyok jó a gyerekekkel, hogy tegyük ki. Uh-huh. És akkor az anyuka hazajön az egyik nap, amikor suli otthon fent tanultam, mert egyik vizsgámra készültem, és mondja, hogy gyere már a konyhába, hagyd beszéljek már veled. Jó, oké, ez már rosszul kezdődik, tudtam, hogy valami gáz van. És akkor leültet, és mondja, hogy hát figyelj, annak ellenére, hogy nagyon szerettünk volna itt a gyerekekkel, meg tényleg, hogy vigyázz a gyerekek, sportolj velük, minden, mi úgy gondoljuk, hogy ez nem működik. Tovább. Jó, akkor ez ilyen hideg zuhany, nem? Jégkockákkal. Én konkrétan elkezdtem bőgni, mint egy kis baba. Mert uh-huh. én úgy voltam ezzel, hogy anyukámékat felhívtam, és mondom, ennyi uh-huh. volt az amerikai álom. Tényleg itt ennyi. És én tényleg ott nagyon így nekem ez egy olyan ilyen sok volt valamilyen szinten, ahogy így nem tudtam, hogy mi lesz. Igen, mert lehet, hogy annyira közvetlen voltál, lehet, hogy annyira működött minden így a gyerekeknél, igen, is, igen. Nem? Meg úgy te is azt hitted, mint így a magyar szokásban, hogy azért igen. egy-két olyan elejtett szó, mondat, vagy igen, bármi, igen, igen. ami nálunk természetes, és lehet, hogy anyuka meg azt hitte, hogy hát bejövök a kis igen. Márknak, egyen a szívét. De igazából az elején, az első pillanattól kezdve neki ez volt a terv. Igen. Ja, kiszúrt magának. Kiszúrt a táborban. És apát azt megfűzte. Mondta, hogy ott ez a gyerek, azt elhozzuk, és akkor majd én... Tjú, ez nagyon ciki. Fú. Ugye, ez Amerikában, amit látsz a filmekben, ez nagyon menő. Főleg gazdagabbaknál, mert ők tele voltak, mint uh-huh. a déli busz. Hát uh-huh. tényleg ott nekik nagyon sok pénzük van. Na mindegy, és én nagyon sokszor... Úgy volt, hogy az anyuka azért bulizott mindig, meg eljárt, meg mit tudom, és sokszor kért engem, hogy én majd akkor azt mondom az apukának, hogy ő itt volt egész éjszaka, közben ő nem volt ott. Szóval, hogy, aha. szóval ilyen abnormális dolgokat kért tőlem, ami nekem nem volt, a munkám része ez egyáltalán nem volt. És akkor én úgy voltam vele, hogy hát nekem ez így annyi, én ezt nem szeretném tovább csinálni, uh-huh. viszont nem volt hova mennem. Nem volt, szüleim nem laknak itt, uh-huh. senkim uh-huh. nincs itt, uh-huh. Uh-huh. és a mai napig. És egy nagyon nagy szerencsém volt, az volt, hogy a kolász, a kollégium, az ott volt 5 percre, onnan laktak, ugye az én sulimnak, a fősulimnak, és volt egy lány, akit én ismertem a táborból, uh-huh. ahol én dolgoztam. Uh-huh. Ez mennyi az esély ennek, hogy most Long Islandre elmész egy táborba, és az a lány ugyanabba a fősulira fog járni, érted? És egy hétig a földön aludtam náluk a koleszban, és akkor utána... Ami nem volt szabályos, vagy az volt? Nem, egyáltalán nem. De ezt nem megengedhet, vagy hát ezt nem engednék meg, ha tudnának uh-huh. róla. Viszont én úgy voltam vele, hogy nekem más opcióm nincs, érted? Szóval... Én úgy voltam vele, hogy akkor majd valami lesz. Vagy hazamegyek, vagy valami lesz, és akkor utána az apuka engem felhívott magába, vagyis hát visszahívott a házba, és akkor elkezdett ott megnyugtatni, hogy hát figyelj, hogy ne aggódj, a feleségem miatt tudom, hogy milyen, hogy benne van a latin vér, és hogy mit tudom uh-huh. én, és uh-huh. hogy ők ilyenek, és hogy ne foglalkozzak ezzel, hogy amit megbeszéltünk, azt ugyanúgy tartani fogja a szavát, és hogy ezt segíteni fog a fősulival. És akkor elköltözhetek a koleszba. Ez korrekt volt akkor. Igen, ez korrekt volt nagyon. Uh-huh. Ez korrekt volt. Szóval utána az történt, hogy én elköltöztem a koleszba, és
hát ez sokkal jobban alakult, mint ahogy gondoltam volna, és ugye nagyon sok emberrel találkoztam, na mindegy, viszont nekem még mindig ott volt, így úgy voltam vele, hogy nem voltam abban biztos, hogy az apuka azért állni fogja a szavát. Uh-huh. Mert én, hogyha ő nem segített volna az egyetemmel, volt egy bizonyos mennyiségű ösztöndíjam, de hát ez nem lett volna elég ahhoz, hogy a koleszt fedezze meg a tandíjat, és minden alkalommal, amikor én hazamentem, így évente egyszer-kétszer jártam haza, ugye karácsonyra vagy nyáron, és minden alkalommal, amikor hazamentem, egy libikókába voltam, mert soha nem fizette ki a tandíjat. Uh-huh. Úgy volt, és a suli már nekem írogatott, hogy most akkor mi lesz, jössz vissza, nem jössz vissza, most nem tudjuk, uh-huh. hogy akkor számítsunk-e rád. És mondom, nem tudom, hát ez a baj, hogy és egy olyan stresszes állapotba kerültem emiatt, meg ez a libikóka, amit mondtam, ez az állapot, ami nekem az egész egyetemi, vagy a főiskolai életem alatt ez így fennállt. Uh-huh. És a végén képzeld el, hogy úgy volt, hogy azt mondta, hogy hát, hogy mi 2 évre írtuk alá a szerződést, de nekem tovább kellett csinálnom a fősulit, mert úgy volt, hogy amit én a TF-en csináltam, az végül is úgy volt, anatómiát elvégeztem ott minden más tantárgyat, és nem számították be itt. Ja. Pedig le is lett fordítva minden, uh-huh. és egyszer azt mondják, hát, hogy ez más rendszer, hogy ezt mi nem tudjuk beszámítani. Úgyhogy anatómiám 5-ös lett konkrétan, uh-huh. és azt mondják, hogy ezt nem tudják beszámítani. Mondom, ilyen nincs. És akkor emiatt nekem ugye egy 2 szemeszter még rá lett adva arra, ami, uh-huh. ami kellett volna, és akkor az apuka ilyet szóval, hát, hogy mi 2 évben egyeztünk meg, és hogy ő nem nagyon hajlandó fizetni a maradék két év, vagyis az 1 évet, ugye 2 szemesztert, ami 1 év. Hát és akkor ott álltam, mondom, ezt nem mondod komolyan. Mondom, idáig eljutottam, már majdnem le tudok diplomázni, és akkor azt mondod, hogy te nem fogod, uh-huh. nem fogod finanszírozni. És akkor ez nekem így annyi volt. Szóval azt hittem, hogy nekem így annyi, és uh-huh. nekem utána végig kellett járnom egy olyan procedúrát, ami nem volt kellemes. Nekem kellett beszélnem az igazgatóval, volt valami pénzügyi igazgató, akivel beszélnem kellett, és végül is nagyon nagy mázlim volt, mert a pénzügyi igazgató egy nő volt, és azt mondta, hogy ő mindenféleképpen ismerős ez a szituáció, mert a lánya, vagy nem tudom ki, uh-huh. ugyanebben a szituációban volt benne, és akkor azt mondta, hogy jó, mert akkor már utolsó szemeszterben voltam, hogy akkor jó, tök mindegy, hogy ennyi tartozásom van, de hogy akkor megengedi, hogy én lediplomázzak. Uh-huh. Viszont a diplomát nem fogom megkapni. Uh-huh. Amíg nem fizeted ki? Amíg nem fizetem ki. Uh-huh. Ami jelenleg sincs meg. Megkérdezhetem, mi az összeg? Csak úgy körülbelül mond. $30,000. Ami, az mennyi? 10... Mennyi, az hát mennyi az 10 millió. 10 millió, azt akartam mondani, igen. Ugye? 10 millió körül. Nem tudom az átszámolást. Ja, mindegy, 300-an beszélünk. 9-10, de igen. Most igazából annyira is fontos. Milliókról beszélünk, igen. De maga a 30,000 dollár se kevés. Az se kevés, igen. Uh-huh. És... 10 millió. Igen, és én úgy voltam vele, hogy hát jó, figyelj, lediplomázok, meg lesz az a nagy... hogy mondják ezt, amikor lediplomázol a kalapot fel, igen, ezt igen. a sapkát, mert itt tudom én, és akkor azt megcsinálhattam, uh-huh. de egyelőre nincs meg a diplomán, amit annyira nem bánok. Nekem annyi volt, hogy ezt érjem el, uh-huh. hogy tényleg végre befejezzek valamit, mert hogyha valamit elkezdesz az életben, akkor én úgy gondolom, hogy azt el kéne érni, mert hogyha nem éred el, és nem teszel benne elég energiát, vagy így elengeded, akkor az egy olyan, annyira szinten így le fog így rántani magával, uh-huh. meg leblokkolni, hogy uh-huh. Hogy ez így hosszú távon is így... Mert te nem ilyen vagy. Lesz, tehát, hogyha te elkezdesz, inkább nem kezdesz el valamit, de hogyha már elkezdted, akkor be is fejezed. Igen, és én annól nem ilyen voltam, mert én minden sportot kipróbáltam, nem voltam annyira kitartó, uh-huh. és nekem, én amióta ide költöztem, az nekem nagyon így bennem van, hogy nekem ezt egy végig kell vinni. Uh-huh. És na mindegy, szóval, hogy és amiután lediplomáztam, miután kiköltöztem a 2 havarommal, vagy 3 havarommal, akikkel a kollégiumban találkoztam, Brooklynba elköltöztünk, és ott laktunk 2 éven keresztül, egy apartmant béreltünk, egy lakást, és akkor én utána rá, amikor 1 évre, 1,5 évre találkoztam a feleségemmel.
És akkor utána mi összeköltöztünk. Meséld el a találkozást. Jó. Ezt úgyis Péter nagyon szereti. Péter, egy kameraképet adhatunk? Milyen kameraképet szeretnél? A feleségéről. Ja, nyugodt, persze. Ha tudtok, akkor azt kell csinálni. Mondjam neki, hogy jöjjön ide? Igen. Úgy kellene, és akkor a totát adnám el, Péter, légy szíves, egy pár percet csak, jó? A totát, és akkor oda megy, és akkor úgy bekapcsoljuk. Can you come here for a second? Just come here for a second. What you talking about, Willis? They want you to be in it for a second. Because I was talking about you. Come on. What you talking about, Willis? Come here. What am I supposed to do? Oda nézzetek. Oké. Okay. Szóval ő a feleséged. És hogyha így betesszük, hogy hívják a feleséged? Várja, hogyha betesszük így, várja, nézd meg. Look, come back. Come here again. Látod, és innen így. Nem jó, engedd lejjebb. If you sit down. Úgy. Yeah. Persze, törjétek össze a széket a berendezésnél. Say something in Hungarian. Hogy hívják a feleséged? What's your name? Shamil. Szóval ez egy elég érdekes spanyol név. Shami, én úgy hívom, vagy Chami. Apukámék, a szüleim ezzel, meg a öcseim ezzel szoktak így poénkodni. Sanyika! Mizu Sanyika! De ezt ő utálja. Volt már Magyarországon? Volt, igen. Mm-hmm. Apukámék találkoztak vele, meg szüleim, igen. You can go, babe. Thank you. Get out. Köszi. És ő Amerikában született? Igen. A szülei neki... hogy mondják ezt magyarul? Nem latinok, azt nem így mondod? Ja, de. Dél-Amerikából származnak. Hondurászi az apukája, és Dominikai Köztársaságból való az anyukája. De ő már itt született, szóval amerikai állampolgár, és na igen. Na szóval a sztori, hogy találkoztunk. Ez egy nagyon érdekes sztori, mert ahogy meséltem már, én soha nem tartottam ki, ugyanúgy, hogy a sportok mellett nem tartottam ki, lányok mellett sem. És hát amikor én ide költöztem, akkor ahogy mondtam, hogy ugyanezt csináltam, amikor még... Jó, de várj. Most ez a kijelentésed, hogy a nézők látják, akkor lehet, hogy azt mondják többen, na, a kis beképzelt gizda, érted? Ja, nem. De nem neked ez a típusod. Tehát nem akarsz embereket megbántani azzal, hogy lebegteted őket, hogy fú, feleségül vesznek. Ez így van. És éveken keresztül együtt élünk, lesz gyerekünk. Ez így van. Egy kis panellakásunk, egy új zsigulink, meg drágám, tehát együtt fogunk 50 évig élni, hanem te az a típusod, aki nem. Tehát, hogy életem ezt vett tudomásul. Igen, de így van, ez így van, ez így van. És én úgy vagyok ezzel, hogy én nagyon őszinte gyerek vagyok, és amikor úgy van, hogy ezt úgy érzem, hogy nem működik valami, én ezt megmondom. Én nem csalok meg senkit, én ezt így felvállalom magamra, és azt mondom, akkor is, ha sírnak, ha nem sírnak, figyelj, én ezt úgy gondolom, hogy ez nem fog működni a jövőben, és ennyi. Uh-huh. Ezt nem kell tovább húzni, mert ez egyikünknek se lenne jó, érted? És nekem mindig is így volt, mert én elvesztettem az érdeklődést lehet azért, mert nem a rendes, nem egy olyan lánya voltam, akivel ugye az életemet vele kellett volna letöltem, vagy mit tudom én. Nem is tudom, hogy miért, de az a lényeg, hogy ez nekem itt soha nem jött össze otthon. És az a vicces, hogy itt se amerikaiakkal, egyáltalán nem, mert én valahogy úgy voltam vele, hogy amerikaiak, hát ilyen celeburdik egy kicsit, meg csalogatnak, meg mit tudom én. És akkor én úgy volt, hogy én nagyon sokat voltam fent ezeken a társkereső oldalakon, és az egyik társkereső oldal, aminek az a neve, hogy Hinge, én ott voltam fönt, és az ő barátnője fent volt ott, és ez egy olyan alkalmazás, mint az Instagram egy kicsit, ilyen közösségi média-szerű, hogy lehet kommentelni a képed alatt, akkor is, hogyha nincsen egyezés. Uh-huh. És ez a barátnő, a legjobb barátnője kommentelt az egyik képem alá, és megadta az Instagramját, hogy menjek az Instagramjára, hogy nagyon bejönnék a barátnője. Igen. Jó, oké. Okay. Na, nézzük meg, miről van itt szó. És akkor felmentem az Instagramjára, és nagyon-nagyon tetszett. Egy elsőre itt tényleg úgy voltam vele, hogy hát igen, mindenképpen a zsánerem. És írtam neki. Viszont nem válaszolt, mert ő neki megmondom, hogy 40 ezer követő Instagramon, egy táncos. Esküdj. Hát megvan a következő vendégünk. Igaz, hogy angolul kell, hogy csinál majd az interjút vele, de igen. 40 ezer követője van. Köszönjük Márk, hogy itt voltál. De várjál, ezt... Jó, csak elhülyéskedett. Várjál, ezt elmondom, mert majd neki is be fogjuk linkelni az Instagramját, mert ő ilyen shuffle dance-el.
Tudod, ezt tudod, melyikről beszélek? Nem. Mint a fesztiválokon, tudod, amikor... Ja, akkor, majd tudom, mindjárt betesz, akkor majd mindjárt beteszek, egy, bevágok egy videót. Igen, Márk. Igen, és ő rám írt ezen a társkereső oldalon, és ugye ráírtam, és ő nem válaszolt egy éven keresztül. Egy éven keresztül. Én úgy voltam el, hogy jó, hát ha nem válaszol, nem válaszol. De viszont én lecsekkoltam elég jó, hogy azért tudtam, hogy ő ki. Uh-huh. És akkor utána egy évre rá, amikor én Brooklynba laktam a haverokkal, az egyik barátom, az egyik szobat, vagy a lakótársamnak egy ilyen szórakoztató iparba dolgozott, és szerzett nekem egy háromnapos fesztiválbeugrót, egy ilyen backstage, ahol be tud, a színpad mögé tudtam menni, mit tudom én. És talált ki, hogy ki volt ott. Uh-huh. A drágád. Igen, a drága uh-huh. feleségem ott volt. És egy kicsi időben eltelt nekem ahhoz, hogy azért... Erőt gyűjtsél, hogy hozzászólj? Nem is azt, hanem azt, hogy felismerjem. Mert én azt hittem, hogy elkezdtem így magamba gondolkozni, mondom, voltam már ez a lánya? Vagy valami közön van hozzá? Aha. És akkor így rájöttem, hogy, hogy ő az a lány, akinek írtam. Mert ő akkor barna haja volt, és amikor találkoztam vele a fesztiválon, akkor meg szőke, átfestette a haját. Meg volt egy kis, elég bátor voltam, mert volt egy kis itóka a uh-huh. fesztiválon, és úgy voltam vele, hogy hát semmit nem beszéltek ezzel, hogyha most oda megyek és beszélek vele. Legfőbb azt mondja nem. Igen, legfőbb azt mondja nem. És akkor én felsétáltam hozzá, viszont nagyon-nagyon hangos volt a zene, ugye, mert a színpad mellett voltunk, és akkor a telefonomban így beírtam, hogy mondom, nagyon ismerősnek tűnsz, de ismerlek valahonnan, és akkor így fogtam, és oda nyújtottam neki, és így ránéz, mondja, mi az Instagramod? És akkor megmondtam neki az Instagramod, és egyből tudta, hogy ki vagyok, mert uh-huh. ő is, ezt később tudtam, később derült ki, hogy ő engem lecsekkolt, uh-huh. Uh-huh. Csak később azt mondta, hogy én nagyon, nagyon olaszosnak nézek ki, nagyon nem szereti, vagy nem tudom, hogy szereti az olaszokat, vagy sem, de hogy nagyon, nagyon olaszosnak nézek ki. Az olaszokra azt mondják, hogy ilyen csalfák, nem? Aha, tehát, ilyen... A másik meg az volt, hogy az Instagramon nem volt egy mosolygós kép se fent, uh-huh. de az azért volt, mert ugye én modellkedek, és a legtöbb, tegnap is volt egy fotózásom a Times Square-en, és ott konkrétan megkérik, hogy ne mosolyog. Uh-huh. Mert így adják el a cuccokat. Nem tudom, van egy-két fotózás, ahol igen, de ahol ruhákat reklámozott, általában nem. És ő meg azt hitte, hogy ilyen nagyon rossz kedélyű ember vagy? Hogy nincs mosolyogós képen? Neki fontos, ha valaki mosolyog a képein, és Péter mosolyogált, vesznek kamerával. Viszont ez vette le a lábáról, hogy én amikor felsétáltam hozzá a fesztiválon, én fülig érő mosolyjal uh-huh. mentem oda, mert jó kedvem volt. De én az volt ebbe az érdekes, és erről beszéltünk utána is, hogyha ha egy évvel ezelőtt nekem visszaír, szerintem mi már nem lennénk együtt. Uh-huh. Mert én nem voltam egy olyan lelki állapotban, meg nem voltam kész arra, hogy én egy kapcsolatban benne legyek. És fesztiválra sem azért mentem el, hogy én most kapcsolatban legyek, érted? Én nagyon jól éreztem magam, de annyira jól éreztem már magam egyedül, hogy így bevonzottam magamnak, érted? Uh-huh. Szóval, és, uh-huh. és ő is így volt valahogy, hát neki is volt egy kapcsolat, egy két éves, másfél éves kapcsolat, és az nem jól sült el neki, de ő is egyedül nagyon jól érezte magát. Uh-huh. Uh-huh. És így bevonzottuk, vagyis ő bevonzottam magának, én meg őt magának, vagy magamnak. Picit térjünk a feleségedre. Tehát azt... Oké, mondjad közben, és közben bevágom a képet, hogy csak hogy lássad. Igen, tehát, hogy... Babe, you're famous. Itt van. Egész Magyarország látni fogja. Nagyon híres. És ő egyébként akkor ezen a fesztiválon táncol, így beöltözve ebbe a nagy... tollak, meg minden. Ez így van. Uh-huh. De azért azt említsük meg, hogy nem egyszerű oda bekerülni. Tehát ez nem úgy van, hogy az utcáról, Katika, gyere már légy, akkor felveszem, és akkor ott rázom magam. Igen, hát ők igazából ugye ingyen jegyet is kapnak, szóval oda bemehetnek egyből, és akkor ott úgy van, hogy nekik három napig ott kell lenni mind a három napot, és akkor úgy válogatnak, nem is tudom, hogy hogy van a válogatás, ők így a közösségi médián belül így ismerik egymást, ez egy ilyen táncosok, a csoport, ez a shuffle dancing az a neve, és tudom, gondolom, akik ezeket a fesztiválokat csinálják, meg szervezik, őket is ismeri már, uh-huh, és uh-huh. Így behívták. Uh-huh. De ez kell lenni egy olyan követőtábornak, mint ami neki is van, majdnem 40 ezer, azt hiszem. Hát igen, szóval... Most fiúk, őszintén, én mindig nézem, de is látom, a srácok is így táncolnak. Hogy te ezt tudnád csinálni, Péter?
Abszolút, hogy nem. Nem? Te Márk? Hát figyelj, nekünk van egy videónk, hogyha felpörgetsz ott az Instagramján, vagy az enyémre rámész, ott van egy videó, ami engem megtanított egy-két lépésre, ha akarjátok nézni, akkor az... Merre felé lehet? Pillanat, megnézem itt is. Hát, babe, which post is the one that when I was dancing with you? Is it on your Instagram? Közben azt fogom mondani, hogy Attila a Márknak, mindjárt megnézem, melyik az? Középső. A középső? Oké, megvan. A Márk az úgy beszél angolul, amit mondotta a Róz is, hogy nem lehet észrevenni, hogy teljesen tökéletes, mint egy amerikai. Hogy... De erre is ki akartam térni. És szerintem azért beszélsz nagyon jól angolul, mert ugye a színház ott volt benned mindig, hogy csinálják a színészek, és tudsz játszani a hangoddal. Ez érdekes, hogy ezt mondod. És brr, a wow, érted? Tehát igen. Én egy-két szót tudok angolul, de azt el tudom úgy adni, hogy azt higgyék, hogy tudok. És pont azért, mert tudok játszani. Mert a magyarban ugye nagyon, nagyon zártak vagyunk, és máshogy beszélünk, de ez a ez a dallamot megtanulod, ezt ugye? Jó, igen, ez érdekes, hogy ezt mondod, mert erre én úgy nem is nagyon gondoltam. Én arra gondoltam, hogy én gitározom, én magamtól elkezdtem gitározni, és megtanítottam magamat, és úgy gondolom, hogy hogyha van érzéked ehhez, vagyis hangzásod, igen. Vagy hangzás, úgy mondják. Hallás, miről beszélek. Hallás, ha van hallásod, akkor jó hallásod, akkor könnyebb ezeket a szavakat így elsajátítani, meg az akcentust. Meg ugye hallod, hogy mondja, és akkor igen, te ugyanazt igen. Meg hát az is bennem volt, hogy én nagyon szerettem volna beilleszkedni. Uh-huh. És ez volt az egyetlen mód, mert én úgy gondoltam, a gyerekek, akikkel dolgoztam, hogy beszél a Márk, nézd már meg, akcentusra van, tudom, milyen vicces, mit tudom, és ez kicsit engem ez így elszomorított, és úgy voltam arra, hogy hát, ha itt szeretnék élni, ez a legkevesebb, amit én megtehetek. Uh-huh. Megtanulok angolul normálisan, és tényleg azzal az akcentussal próbálok beszélni, amivel ők beszélnek. De az érdekes, hogy egyébként meg tök jó beszélsz, meg mindig magyarul. És nem az van... Ezért izgultam amúgy keresztül, hogy miért izgulok az elején, mert én úgy gondoltam, hogy nem fogom tudni kifejezni magam magyarul. Belezökkent egy gyorsan vissza a magyarba. Azért, mert egy jó magyar közegben vagy. Meg hát azért én apukámmal nagyon jóban vagyok, szüleimmel alapvetően, és apukámmal minden nap beszélek, facetime-olunk. Uh-huh. Legjobb barátom, ha ezt most ő fogja nézni. Ide néz, légy szíves. Apuka, tudod te, hogy mi a helyzet? És apud valami hasonló dolgozik, vagy? Nem. Már nem a modellkedésre gondolok, hanem TF, vagy sport, vagy bármi hasonló dolog. Ne, apa az nagyon nagy modell, nem is tudom. Kopasz modell. Nem, de amúgy nem, ők anyukámmal van egy cégük, egy elég népszerű gyerekcipőboltjuk van Magyarországon, a Polis Centerben, a Mazsola nevezetű gyerekcipőbolt, elég nagy követőtáboruk van Facebookon, és ez elég régóta csinálják egy beszélj közben, csak megírom a szerződést, ja. Most a reklám miatt. Annyi mindent megemlítettem, hogy szerintem már gatyám rámegy erre, az biztos. Nem. Figyelj, őket is be fogjuk linkelni, persze, mert érdekes. Nem kell, nem várom el tényleg. De szerintem ez természetes, meg ugye ha az embereket érdekli. A másik, hogy beszéltél az angolul, akkor már reklámozhatjuk a Berényi Pannit is, aki volt nekünk itt a műsorban, akitől az emberek tudnak nagyon jól angol tanulni. Nem hiszem, hogy hát őt is be tudjuk linkelni, meg neki is van egy ilyen kis... De viszont, ugye bár már megtanulom, de, akkor itt... Viszont? Igen, akkor itt ez igen, próbálkoztam, nincs ritmus, koordináció, semmi, de azért próbálkozom. Hát vicces, bolondozol át. Hát tök jó csinálod. Köszönöm. Már megvertél bennünket. Ez hihetetlen. Hát egyébként két nap alatt megtanította. Egyébként a 18 meg a 16 éves fiam is ugyanígy tudnak táncolni. Komolyan? Hihetetlen. Nagyon komoly. Ezt egyből levágták. Érdekes a gitározás, majd visszatérünk. Gondoltam. Te is gitározol? Hát nem, van egy basszusgitárom, és nincs senki itt a környéken, tudod, és most két ember rábeszélt, hogy akkor csináljuk, de nem akkor ez... Akkor reklámozzuk az együttest is? Csináljunk, játszunk már egy jót. Jó. Arra gondoltam, hogyha már így is reklámoztad a szüleidet, már a cégüket, mm-hmm. meg imádom a kölyköket alapban, meg a Péter is, hogy akkor csináljunk már azt, hát ha valaki látja ezt a műsort, és tételezzük fel, hogy bemenne mondjuk a Pólus Centerbe, a boltba anyukádékhoz, és esetleg anyukádék valami kis csomagot adnának neki. Szerinted benne lennének? Simán.
Simán. Tehát, hogyha most valaki látja a Márkot, akkor nyugodtan menjen be, és akkor keresse. Simán, simán. Nekem, az mekkora lenne? Nekem szüleim nagyon kompromisszumképesek, meg nagyon ilyen játékosak, tényleg, ahogy te is mondtad. Simán benne lennének. Akkor, és ez... Oké, okay, mondjad, akkor figyelj, akkor hogy gondoltad ezt, Attila? Mondjad el, mert én nekem van egy ötletem. Van, tehát, hogyha valaki Magyarországon, Budapesten nézi, vagy akárhol, és bemegy a Paulus Centerbe a szüleinek a boltjába, és azt mondja, hogy én láttam a gyereket a podcastben, Mókában, akkor lehet, hogy a szülők, anyu meg apu azt mondja, hogy tessék itt a kis csomag. Oké, de akkor tegyük azt hozzá ehhez a kis nyereményjátékhoz, hogy nekik be kell, hogy lájkolják, vagy el kell, hogy kezdenek minket követni a Móka podcasten a YouTube-on, és hogyha azt bemutatják a szüleidnek, és főleg, hogyha lájkolják, vagy kommentelik a videót, amit most látnak, akkor kaphatnak egy ingyen nyalókát, vagy valami. Ezt igen, én is megreklámozom majd az oldalamon, a Facebook oldalamon, meg akkor anyukáméknak is mondom, hogy tegyék fel a mazsol oldalra, nekik van majd 20 ezer követőjük ott. Hát szibát, ezt akartam kérni, hogy mindenképpen segítünk titeket, persze. Na, oké, hol tartottunk? Kicsit fonalat veszítettem most, de... Nem baj, odaágjátok. Beszéltünk az angol nyelvről, akkor beszéltünk a mazsoláról. Ez érdekes, hogy mondtad az angol tanítást, mert amikor én otthon voltam, és pár nyarat itt kint töltöttem, én úgy gondoltam, hogy én is elkezdek angolt tanítani, és volt egy-két tanítványom, ha nézitek ezt most, akkor sziasztok. Volt egy-két tanítványom nekem, és ilyen privátba tanítottam, mert úgy gondoltam, hogy hát én is kipróbálom, és amúgy nagyon, nagyon jó, meg én úgy próbáltam tanítani, hogy inkább a beszédre fókuszáltam a nyelvtan helyett, mert én úgy gondolom, hogy otthon a tanítás az úgy megy, hogy inkább nekem volt egy középfokum, de megmukkani nem tudtam, amikor ide kijöttem, vagy Angliába. Uh-huh. Szóval ez annyit jelent, hogy van egy papír, de az semmire nem használható. Ez most valami, hogyha tudsz vezetni, lerakod a kreszt, viszont a gyakorlat nem tudsz vezetni, érted? Ez érdekes, hogy mondtad, de azon próbál gondolkozni, hogy hol voltunk, hogy miről beszéltünk előtte. Látod, de ez a jó az egészben, hogy erről is tudunk beszélni, hogy nem tudjuk, hogy hol voltunk. Igen. Az biztos, hogy említetted a gitározást is, ja, ami engem megfogott. Nekem is volt egy bandám. Na, mesélj! Nagyon rövid életű volt, és tényleg ez csak egy ilyen, vagy hogy is mondják ezt, így, mi élveztük a dolgot, és úgy gondoltuk, hogy ez tök jó, egy-két számot írtunk, meg mit tudom, én gitároztam benne, meg én voltam a frontember, énekeltem is egy kicsit. Na. De ez nem olyan, ez még középsuliba csináltuk, tudod, ilyen móka, egy kicsit mókáztunk egy kicsit. Csak nem podcast. Igen. És ugye a feleségeddel összejöttél, azóta együtt éltek boldogan, neked egyre több munkád van, aminek tényleg csak gratulálni tudunk. Köszönöm hogy, szépen. Hogy így a semmiből, a nullából, meg amit megjártál, ugye akár az utcára is kerülhettél volna, és gyakorlatilag nem tudtad, hogy mit fogsz csinálni, és ebből így fölállni, ez is egy pozitív dolog. Tehát, hogy ugye nekünk mindig az a lényeg, hogy ha nézik a nézők, akkor inspirációt nyerje. Ha csak egy ember, már akkor nyertünk ezzel a műsorral. És tényleg az van, hogyha tételezzük föl téged, otthon nagyon ismernének, mint modell, vagy mint színész, vagy bármilyen helyzetben lennél celeb esetleg, akkor azt mondják, hogy fú, neki milyen könnyű, ott a Márk milyen könnyű, meg ott van a Rozi is, milyen könnyű. Közösségi média alapján ezt gondolná mindenki. Igen, azt látják, hogy hát modellkedik, mit tudom én, de ezt nem látják, hogy mi van. Hát mögötte, igen. Mögötte, amikor otthon ültél az ágyadon egyedül, és gondolkoztál, hogy mi a francot kellene csinálni. Igen. Mert ugye az albérleti díj ott van, valamit muszáj lenne enned, vannak különböző költségei, tehát meg kell élni. Ez érdekes, hogy ezt megemlítetted, mert azért én nem nagyon mentem bele a részletekbe, mert nem akarom azt, hogy az emberek sajnáljanak otthon, meg nem tudom, de volt egy olyan időszak, amikor a suliba jártam, ugye koleszba, viszont amikor te itt vagy, tanulói vízumon, te nem dolgozhatsz. Uh-huh. Nem engedélyeznek, hogy vállalj munkát legálisan. És nekem valahogy megélhetést kellett szerezni, érted? És a modellkedés az egy olyan dolog, jó dolog, nagyon szeretem, tényleg, ezt imádom csinálni, és mai napig csinálom. Viszont ez nem egy olyan dolog, amire rá lehet alapozni, érted? Szóval ez vagy jön, vagy nem. Egy héten van 4-5 fotózás, másik héten semmi, érted? Két héten keresztül. És nekem ez úgy volt egy olyan alkalom, hogy egy héten keresztül nem tudtam, hogy most nekem mit fogok enni. Uh-huh. És olyan szinten volt egy-két napon keresztül, nem is tudtam semmit enni. Pedig mindenki azt gondolta otthonról, hogy hát nekem mennyire jó, hogy a Márk az otthon, ott kint modellkedik, fősulira jár, mit tudom én. Ugye azt nem látják, hogy mi van a kulisszák mögött. Uh-huh. És
És igen, én csináltam nagyon sok munkát, nagyon sok olyan dolgot elvállaltam. Most nem az asztal alól, így mondják itt angolul, hogy az asztal alatt vállaltam a munkát, az azt jelenti, hogy ugye nem volt teljesen legális, hogy készpénzbe kaptam fizetést, hogy papíron ez nem volt rajta. Fodrászatba dolgoztam, recepciósként, étterembe dolgoztam, felszolgáltam 3 éven keresztül, dolgoztam egy hotelben, ott takarítottam asztalokat, meg a hotelben, ahol dolgoztam, ott asztalt takarítottam, és recepciós voltam. Kettő egyszerre. Ezen kívül, amikor volt egy éve, amikor tudtam dolgozni, ez úgy van, hogy amikor aki elvégzi a fősültit, utána egy évet kap, ez az OPT az a neve, tudsz egy évet dolgozni a szakmádon belül. Ott úszó oktató voltam, úszást tanítottam gyerekeknek, focit is oktattam egy ideig, de... Melyik focit? Európait vagy az amerikait? Európa, igen. Uh-huh. Igen, futball. Uh-huh. Igen, szóval hogy azt oktattam, mert ahhoz értek. De azt láttam egyébként a Facebook oldalon, nagy Barcelona rajongó vagy. Messi. A családom igazából. Ez egy olyan dolog, hogy én még a Ronaldinho, amikor ott volt, meg a Rijkaard, meg mit tudom én, azokat én néztem, vagy rendes, és utána a Messi oda ment, és akkor utána megint, hát most a Messi elment a PSG-be, nem tudom, hogy mennyit fogom nézni a Barcelonát, lehet most a közönség arra gondolom, hogy mekkora ilyen kamudrukker vagyok. Nézni fogom őket, de azért a Messit én követni szeretném, szóval a PSG-t is nézni fogom, igen. Azt mondják, hogy annyi messzt eladtak, hogy lassan visszajön az ára. Igen, azt hallottam. A foci... Ja, bocsánat. Ja, nem, mert pont ma hallgattam erről, hogy én nem vagyok ilyen nagyon foci rajongó, aha, de hogy a Messi átment azért, mert a Barcelona, vagy Barcelona, az azt hiszem 1,6 milliárd költségben van, vagy adósságban. Igen, ezt én is hallottam. Igen, és azt mondta a Messi, hogy inkább azt mondja, a felét elveszi. Azt mondja, hogy a felére elmegy, mint amit menne, csak maradjon ott. Igen, ezt hallottam én is, és ez ebbe így belement, csak még az se volt elég, hogy a fele fizetését elvették, mert annyiba került. Viszont a focihoz kapcsolatban most ezt a öcsémhez szeretném egy kicsit így szegezni ezt a részét a műsornak. Hát öcsém kiskor óta focizik, focizott a Fradiban, Újpestben, U17-es válogatott is volt, magyar válogatott. Hoppá! És képzeljétek el, és ez azért szeretném, hogy ez így hozzá egy kicsit eljusson, mert... Akkor nézz a kamerába. Benikém, tudod te, hogy mi a helyzet? Az a helyzet, hogy abba hagyta a focit, minden, anélkül, hogy megpróbálta volna... De nehogy azt mondod, csaj miatt. Nem. Ja, jó. Ő se tudja, hogy miért hagyta abba. Szerintem nincs önbizalom, ez a baj vele, nincsen önbizalom, és kihívták volna Németországba, és próbálják rá, és egyszerűen azt mondja, hogy nem megy oda, mert nem beszélni a nyelvet. És most szüleim is egy kicsit így megvannak, így nem tudják nagyon, hogy mit csináljanak, mert úgy gondolják, hogy elment autót mosni. És hogy mert ő fodrász szeretne lenni, és hogy ugye a gépet meg mindent meg akarja keresni erre a pénzt. Na most erre azt szeretném mondani, Benikém, hogy gondold át még egyszer. Ez csak egy kicsi, lehet, hogy így jobban eljut hozzá. Pedig én beszéltem már vele, meg szüleim, és mindenki beszélt vele, de ez jó lenne, hogy egy kicsit jobban eljutna hozzá egy kicsit. Mert nagyon tehetséges. Szoboszlai Dominika játszott együtt. Egy klubban játszottak a Phoenixben. Csabot Kevinnel, aki Portugáliában játszott, meg most igazolt le valamelyik klub Magyarországon, valami nagyobb klub, nem is tudom, de az a lényeg, hogy ő ugyanolyan szinten volt, mint ők, tényleg ő volt az egyik csapat legjobbja, középpályás, támadó középpályás, és nincsen egyszerűen önbizalma. Ez gondolom, ez ilyen családi dolog, hogy nekünk nincsen önbizalmunk, ez nem tudom, hogy ez mitől, miből. Föl kell rázni a családot. Föl kell rázni a családot, valami van nálatok. Mi a neve egész pontosan? Leffler Benjamin. Ezt azért kérdezem, mert nekem egy jó barátom a Curtis, és ő mennyit játszott az Újpestbe? Hát ő ott volt egy ideig, pontosan nem tudom, mert ő volt mindenhol, szóval, de most legutóbb ő ott volt az Újpestben, NB3-ban, azt hiszem. Oké, mert akkor beszélünk a Curtis-szel azzal kapcsolatban, hogy egy kicsit pofozzam már fel, hogy hé, ember, azért... Hát ez jó lenne, igen, azt megköszönném. Jó, csak az a baj egyébként. Nem erőlteteted, ilyen... ugye? Ezt akarod mondani, hogy nem erőlteteted ilyenkor. Nem, tehát ugye, ez... Igen, ez igaz, ja. Nem fogja azt mondani. Bár lehet, hogy a Curtis azt mondja neki, hogy apukám, szedd már össze magad. Ja. Lehet, hogy arra jobban hallgat, mint tesóra meg a szülőkre. Jó, a másik öcséd, de mi van? Neki jól megy a szekér. Ő jelenleg Németországban van, ő Wales-be járt egyetemre. Életem, igen. Ő lediplomázott. És mit tanult?
criminal, hogy mondják ezt magyarul? Büntető valami, mondjad angolul. Criminology. Kriminológia. Kriminológia? Kriminológia, ő ilyen ügy, vagy hogy tudják? Rendőr? Rendőr, igen, meg ezt az utat szerette végigjárni, utána megváltoztatta ő is a véleményét. Neki van barátnő, egy német barátnő, nála lakott most Németországban, kint van. Ő volt itt is kint, ő is csinálta ezt a táboroztatást, egy-két nyaran keresztül, azt hiszem. Ő neki nagyon tetszett itt, csak ő tudja, hogy azért... És az otthoniaknak ezt igazából szegezem, hogyha kijössz Amerikába, csak úgy gyere ki. Nézz a szemükbe. Hogyha kijöttök Amerikába, csak úgy gyertek ki, hogyha van egy biztos pont, amiben így kapaszkodni tudtok. Mert végigjárni azt, amit én jártam végig, vagy nem is, amit én jártam végig, azok az emberek, akiknek nincsen papírjuk sokáig, ezt nem ajánlom. Ez nagyon lélekölő egyrészt, másrészt... Nem tudom, hogy annyira megéri-e. Lehet, hogy később megéri, csak ez egy olyan dolgot fog bennetek hagyni, amit így lehet, hogy soha nem bocsátasz meg magadnak annyira. Nem jól látod. Nem? Tudod miért? Mert neked önbizalmi problémád volt otthon. Ez igaz. Ezt végigcsináltad. Igen. Kiraknak az utcára. Csinálsz asztal alatt ezt, azt, amazt. Aha. És most meg itt vagy. Érted már? Ez jogos. Tehát valami... De én feladhattam volna. De nem simán. Adtad föl. Tehát nem, ez igaz, nem, ez igaz, nem, igaz. Nem azt mondtad, hogy oh, jó, oké, csá, Amerika, akkor én megyek haza. És akkor otthon ülök megint a szülőtnél, beadom ide-oda, amoda, és nem mész semmire. Igazából ezt csak azért mondtam, mert öcsém gondolkozik rajta, hogy kijön, viszont nem tudja a nyelvet, és nem tud semmit. Én erre gondoltam. Figyelj, bocs, hogy megint közbevágok, de akkor pont olyan, mint én. És látod, élek, itt jó, vagyok. Igen, ez igaz. Csak neki lenne otthon dolga, amit tudna csinálni. Ja, a focit. És... Figyelj, itt is van ám, például nekünk volt vendégünk a Nyíri Attila, meg a fia Clarence, és a Nyíri Attila, ő a Barcelonánál volt. Edző? Nem, ilyen menedzseri státuszban, meg itt is, Amerikában is. És lehet, hogy az Attila egy kicsit, mert ő egy igazi erdélyi magyar ember, aki úgy föl tudja rázni az embereket. Tehát, hogyha nem úgy gondolkozol, ő megráz edzőbe. Azt kell neki, mert lehet, tehetsége az megvan amúgy. És Atti mindig nézi a műsorunkat, lehet, hogy írni is fog azonnal nekem, hogy akkor szóljatok a sászok, mert fölrázza. Tehetsége megvan amúgy. Ez a legnagyobb baj, hogy megvan az, hogy tényleg ő tudna játszani, csak fejben nincs ott. És érted? Ráadásul, itt elkezdene focizgatni, tehát európai lenne, igen. Focit, és képzeld, azt mondanád nekik, hogy fú, ne haragudj, Benjamin, de hát 1500-2000 dollárnál hetente nem tudunk többet adni. Na most képzeld el azért ennyire... Plusz lakhatás. Tessék? Plusz lakhatás. Plusz lakhatás, igen, meg hogy van egy sportklub, ahol tudsz ebédelni, vacsorázni. Hát ne haragudj, csak ezt tudja. Ő ezt szeretné igazából, és ne haragudj, hogy belét folytam a szót, Péter, de én ezt mondtam neki, hogy ilyen, hogyha ő kijön ide focizni, jöjjön. Én konkrétan 2 hónapig elláttam, lakhat nálunk, én ennyire szeretném őt támogatni, és csak ne az legyen, hogy kijön, és akkor elmegy mosogatni, mert annak semmi értelme nincs, érted? Azt otthon is tudja csinálni, viszont itt megtanulna a nyelvet, ez igaz, de hogyha kijön, akkor tényleg próbálkozzon itt meg, itt tudom én, Red Bullnak van itt a New York-i csapatuk, tudod, szóval, hogy itt lenne bőven opció, csak a kérdés az, hogy oda hogy jutsz be. Érted? Hát a kérdés az már eldőlt, mert a Nyíri Attilában biztos vagyok, hogy ő azt mondja, hogy ő elvinné egy pár helyre. Ja, hogy a Nyíri Attila, ő itt van, azt a részét nem értettem, szóval, hogy ő itt van kint. Ő Észak-New Yorkban lakik fönt, ja, értem, és ő egy, most is egy foci csapatnak a... Igen, tehát a ilyen menedzser, nem edző, hanem ilyen, ő a technikai, a szakág igazgató szerű, magyarul így nevezik, tehát hogy annak a régiónak ő dönti el, hogy kik lesznek az edzők, bírók, meg ilyenek. Ez nagyon jó, hogy ezt és most képzeld, egy ekkora segítséget kap egy srác, és ráadásul jó, teszi-veszi a bogyót, hasonlít rád azért valamennyire? Hasonlít. Jó képű, jó kiállású gyerek, érted? Most gondold el, hogy első gólnál, amikor berúgja, és következő meccsen már a nézők, hölgyek száma, érted? Ding-ding-ding, látható, emelkedik, jogos. Akkor a csapat azt mondja, barátom, ki ez a srác? Nem beszél angolul, nem baj, majd megtanul. Persze, az angol az nem lenne baj, én is megtanítanám, ezzel nincs baj. Hogyha kijön focizni, én azt támogatom. Teljes mértékben. Hogyha én a Nyíri Attila, már pedig annyira jó barátom, nevében ezt megígértem, hogy más nem, ő biztos megnézi, és akkor azt mondja, hogy kiviszi a csapatához, vele egyidősekkel, hogy akkor passzolgassatok meg, focizunk egy kicsit, ő biztos, hogy meg elmondja a véleményét, hogy mit lehet kezdeni vele. Ezt, na, ezt jó, szerintem ezt most... megköszönöm. Nem, Péter? Így van.
Köszönjük a hozzászólásodat. Mit mondjak? Hát nem, persze, nem, nem, az, most. Nem, az Attila tényleg ilyen. Látod, Benikém, a bátyád mindig ott van, megpróbál segíteni. Hát csak ugye hát az öreg rókák, hát így magunkra gondolva, tehát a szerződésben azért benne lesz, hogy néhány százalékot kapunk. Igen, igen, igen. Benike meg focizom, majd egyszer összeszedi magát. Hát Márk, figyelj, nem tudom, már jó régóta beszélgetünk, és tök jó beszélgetünk. Ez azért jó egyébként, és azért mondtam, szóltam itt közben is azért, hogy meséld el, mondd el, hogy ezeket a női kapcsolatokat, meg így ezt a modellkedésedet, mert mindenki ugye arra gondol, hogy fú, modell, tele van nővel, pénzzel, lehetősége, minden. Nem ennyire egyszerű a sztori, meg a történet. Benne vagy, te hogy látod a jövőképedet egyébként, hogy... Most én erről nem is beszéltem, azt a Péternek elmondtam, hogy mi mind a ketten most egy közösségi média oldalnak, vagyis egy alkalmazásnak dolgozunk, egy ilyen livestreames oldal, olyan, mint az Instagram, amikor felmész livestreamelni, vagy a Facebookon, olyan, mint egy podcast, csak mi live-ba vagyunk, tehát élőbe, és mi nekik dolgozunk most, és elég jól meg most igazából erre lehet is alapozni, mert ebben van potencia bőven, és... mi ezt tervezzük a jövőben, mert úgy látszik, hogy ez felfelé ível ez a cég. Márk, magyarul beszélsz, de körülbelül most annyit értettem az egész sztoriból, mint amikor a hangtechnikus kollégákkal beszélgetünk. Nekem meggyőződésem, magyarul beszélnek, mert amikor visszaszorított, lefolytott, tehát ilyeneket mondanak, hú, ezt magyaráznám még egyszer, mert lehet, hogy persze, a néző persze. Között is van ilyen. Értető. Ez nagyon nehéz megérteni, főleg így... Időskorban és otthonról, mert azért az Amerikában szerintem ez sokkal jobban megy, hogy a rajongótábor, mit tudom én. Annyit kell ez erről tudni, hogy mi naponta kétszer felmegyünk erre az alkalmazásra, és mi élőzünk. Na most ebbe azt tartozik bele, hogy amikor élőzünk, akkor ott van nekünk egy ilyen táborunk, vagy egy követő táborunk, aki minket néz. És mi termékeket értékesítünk a livestreamen belül, az élőn belül, amin egy nagyon nagy ilyen dolog Amerikában, mert ez az első alkalmazás, ami ezt csinálja, ez Kínából jött, és ez az első alkalmazás, aki ezt így megpróbálja itt most így kamatoztatni itt az USA-n belül, és mi vagyunk az első kettő, én voltam az első ember, aki az alkalmazáson ugye élőzött, és akkor utána a feleségem... Fölmerül a kérdés, hogy találkoztál vele magával? Jó kérdés. YouTube csatornám van, és én csináltam egy videót a legjobb élőző, livestreames alkalmazásokról egy éve, mert én ezt egy 5 éve csinálom, szóval ezt is nyomom. Sok alkalmazást már kipróbáltam ilyen szempontból, mert ott lehet egy ilyen kis pénzt is keresni ezzel, hogy fent vagy, és akkor az emberek küldenek ilyen virtuális ajándékokat, ilyen kis csomagokat, és akkor azt te át tudod pénzé alakítani igazából. És megnézte az alapító a videómat YouTube-on, és nagyon tetszettem nekik, és mondtam, és egy e-mailt írtak nekem, és mondták, hogy nagyon jó lenne, hogyha ezt megpróbálom az ő alkalmazásukat. Hát de most már komolyan, itt vagyok 55 évesen, te itt vagy, 20, mennyi vagy? 28. 28. És azt mondod, hogy önbizalom hiányod van, volt, mondjuk így, kicsit régebben. Volt, igen. És most képzeld el, megkapsz egy ilyen e-mailt, egy olyan kínai, most tök mindegy melyik országból, egy olyan embertől, aki kitalált valamit, és azt mondja, hogy figyelj már, én úgy gondolom, hogy te alkalmas vagy az én dolgomat, hogy elkezd és bepromózd, és hogy működjön a történet. Hát akkor itt már nem is lehet beszélni erről. Lehet, hogy tényleg ugyanezt hiányzik a tesódnál. Lehet, hogy pont ugyanezt hiányzik, vannak ilyen fiatalok, akik most néznek bennünket, és lehet, hogy tényleg csak ez a kezdő picike kis lökés kellene. Ez így van. És tényleg az, hogy a környezetváltozás, én ebben nagyon hiszek, hogy tényleg, ahogy beszéltünk a komfortzónáról az elején, a podcast elején, hogy ki kell lendíteni magad ebből egy kicsit, és az, hogy segbe kell saját magadat rúgni valamilyen szinten, hogy tényleg elkezd ez az első lépés, ahogy te is mondtad, és így ugrani kell fejest a mély vízbe, mert nem, soha nem tudod, hogy mi jósul ki belőle. Igen, tehát, hogy ott vagy abban a meleg löcs valamiben, tehát a komfortzónádban, és igenis úgy kell dönteni, hogy ki kell lépni belőle, vagy abban a löcsbe egyszerűen megfősz, és ez így van. Semmi nem történik. Ez így van. Tehát nincs olyan, hogy nem jön be, biztos, hogy bejön valahogy. Neked valami jött, biztos, hogy bejön. Neked se jött be egyből, de látod, eltelt az idő, és most már visszafelé nézel, nevetsz. Ahogy apukám szokta mondani, ilyen magokat el kell vetni több felé, és egy idő után kinő. Azt akarom kérdezni, hogy most már ennyit reklámoztuk ezt az applikációt, ezt is persze be fogjuk
linkelni. Neked mondom, Attila, hogy ez olyan lehet, mint a TikTok. Nem azt mondom, hogy TikTok is így elkezdődött, így ugyanúgy ilyen kínai alkalmazás volt, és bum. És ennek majd mondjad létszeres meg mi a neve, jó. Meg majd ezt is belinkeljük, hogy mi a te user neved, vagy hogy mondják, hogy a felhasználó neved ott. És a másik kérdésem az, hogy van-e Magyarországon ez? Van, igen, apukám le tudta tölteni, néznek otthonról minket, szóval elméletileg le lehet tölteni. Androidra és iPhone-ra is, és azt hiszem úgy van, hogy mind a kettőben, mind a két áruházban benne van az alkalmazás. Az, hogy Lively? Lively, két E-vel. Szóval live, mint hogy live, és akkor egy E-t teszel a végére. Live-e. Live-e. Igen. Úgy mondanád a magyaroknak. Ahogy én mondom, Georga Mikhál. De ez mennyire jó dolog, hogy tényleg Magyarországon is tudná valaki, el tudná kezdeni, és akkor már csak annyi, hogy tényleg az angolját föl kell hozni olyan szintre, hogy eladható legyen, és akkor vannak ezek a termékek, azokat te, hogyha értékesíted, vagy megrendelik a gyerekek, emberek, vagy tök mindenki, akkor te kell az bizonyos jutalékot. Igen, jó, mondom? Igen, és nekünk van egy alapfizetésünk, szóval mi nem csak a jutalékból élünk, mi aláírtunk egy szerződést, ami elég jól fizet szerencsére, és erre tényleg tudunk alapozni, mert nekem az elmúlt 6 évben, amióta itt lakom, nekem soha nem volt egy ilyen dolog, amire én tudtam volna alapozni. És most 9 hónap után, miután én megházasodtam, tegnap a postán végre megkaptam a postaládámat, kinyitottam, és benne volt a dolgozói engedély. Tapsolás! Dolgozói engedélyemet végre megkaptam, mert úgy volt nekem eddig, hogy tényleg amit találtam, úgy, ahogy jött, és nagyon sokszor képzeld, amikor elmentem fotózásra, engem sokszor kirúgtak. Mi? Nincs papírod? Hát akkor mit keresel itt? Érted? Szóval itt azért ezt komolyan veszik, és én próbáltam úgy helyezkedni, hogy azért fent tudtam magamat valamennyire tartani, de azért egy olyan kő esett le a vállamról most tegnap, hogy ne tudd meg, ez azért nagyon fontos, hogy... Márk, ez nagyon fontos, de még az is nagyon fontos, hogy áruld már el, hogy a kínaiak hogy volt, hogy fölhívtak, beszéltetek, konferencia beszélgetés, vagy e-mail csere? E-mail csere. E-maileztétek a dolgokat, és akkor úgy írtad alá a szerződést? Ja, nem. Hát ez úgy volt, hogy e-mail csere volt, és az elején, amikor ez még márciusban volt, azt hiszem, márciusban, amikor ők engem megkerestek, és senki nem volt még az alkalmazáson, csak akik fejlesztették. És akkor mondták nekem, hogy menjek fel, és akkor beszéljek azokkal, akik fejlesztik az alkalmazást. Hát és én meg ugye már 5 éve csináltam ezt a livestreames dolgot, beszélgettem emberekkel online. Ez amúgy szerintem nekem ezt kiváltotta az is, hogy annyi barátom azért itt nem volt. Aztán most nem azt mondom, hogy azért nem volt barátom, volt a kollázban, meg ott el voltam, meg minden jó volt, de azért ez nekem ezt kiváltotta azt, hogy volt egy csoport, akivel tudtam beszélni online, egy ilyen rajongótábor, és na mindegy, szóval, hogy először felmentem, és az elején engem úgy kezdtek el ők fizetni, hogy óránként. Hogy amennyit felmentem, ők fizettek azt hiszem $30 óránként. És utána megtetszettem nekik, meg mondták, hogy nagyon jól alakul a dolog, és utána a feleségem is ugye Sámi benne volt az egy-két élőmbe, és látták, és akkor meglátták az Instagramját, és akkor mondták, hogy hát akkor mi lenne, hogyha ő is elkezdené, és mind a ketten tudnánk ezt teljes munkálásba csinálni. Most a te zsebedben se durkálok, de egy körülbelül ilyen behatároló egységet mesélj már, hogy ez mennyi pénzt tud neked fizetni? Hát jutalék nélkül, ugye? Már a jutalékra azért annyira nem lehet. Én úgy mondanám, hogy olyan kettőnknek egy olyan $8,000 havonta valószínű. Sziasztok! Elmentek ti tudod hova? Menj már! Gyere ide, kisvörös! Figyelj! Figyelj már! Töröld le az egész beszélt! Várj, behúzom a hasomat! Így szórakozol velem? Most komolyan? Apukám, szét vagyok csúszva! Hát életemben nem láttam egy $8,000. És erre a mágra megyünk így! Hát fordítsd le neki angolra! Hát én vagyok apukám! No, he was asking how much we make with the app. And I told him we make around like 8,000 a month. Plus commission. Hát ez kész vagyok apukám! Hát figyelj, de azért ez persze. Ez egy olyan dolog, amiért $8,000, úgyhogy 4-4, érted? Szóval ez összeadva 8, nem fejenként, nem 16. Jó, de közös bankszámlátok van. Nincs még, majd lesz. Igen. De igen. Ezt értette. Money. Igen, annyi cipőt vesz magának, hogy ez lehet, nem akarok közös bankszámlát.
De na mindegy, szóval az a lényeg, hogy azért ez, még mindig szűkösen vagyunk olyan szempontból, hogy egy olyan helyen alakunk most, mi hogy bírod ezt a stresszt, drága? Az a baj, hogy ezt magunknak köszönhetjük, mert bevállaltunk egy olyan házat, vagyis lakást, ahol most lakunk, amit lehet, hogy nem kellett volna, uh-huh. Jersey City-ben. Uh-huh. Washington Avenue-n? Nem, ott van a izében, hol is van? Mi a neve? What's the street called where we live in? Do you want to share that? Lehet, hogy ezt nem kéne elmondani, hogy melyik utcában lakunk. Melyik szám, az a lényeg, mi a telefonszámod megint? Az egy ilyen felhőkarcolóban, egy ilyen luxus apartmanban lakunk most, és ezt lehet, hogy nem kellett volna bevállalni, két hónapig költöztünk be, ami nem olcsó. De megvetétek, vagy bérlünk? Ja, nem bérlünk. Csak bérlitek. És ezt így elmondom a közönségnek ezután, hogy elmondtam, hogy mennyit keresünk. Hoppá. Hogy, de azért mondtam, hogy ne mondj számot. Várjál, most mondja el, mert majd meglátod, hogy mennyibe fog ez kerülni. Igen, ezért szeretném mindenféleképpen erre így kiszegezni, hogy $3,000 fizetünk havonta a lakbérre, plusz a rezsi, plusz még az, ami nem tartozik bele. Van egy ilyen tároló, amire $75 még pluszba, ha kocsink lenne, az $300 lenne havonta a parkolóért. Szóval azért összeadódik ez az összeg, és ez az annyira, ahogy mondtam is, nem azt mondom, hogy szűkösen jövünk ki, de nem panaszkodom, oké? Nem panaszkodom, csak annyi, hogy azért ez otthoni visszemszögből ez sok. Igen, mindig jönnek a kérdések, hogy mennyit keresel, akkor elmondom, hogy mennyit keresek. Mondjuk most már nem mondom el, mert nevető rögő görcsöt kapsz. Én elmondom neked. Én soha nem kerestem ennyit, ez hozzá. Jó, csak hűlő. Tényleg, ez az első. És ugye otthon úgy számolják, beszorozzál gyorsan 300-zal. Aha. Otthon az albélet kerül 170 000 forintba, vagy 150 000. Hát, igen. Figyelj, Patkos, hát ha otthon élnénk, milliómosok lennénk. Igen. Hát az nagyon komoly lenne, érted? Szóval, hogy az jó lenne. Csak itt ugye nálunk minden dollárban, ugye mindennek van egy bizonyos összeg, és ugye ezek a $20, $30, 150, 280, meg bármi, ezeket dobálózunk havonta, ez olyan jó kis összeget kiad, és amikor nézed ugye a debitkártyádon, hogy mennyi a teljes összeged, és rájössz, hogy azt. Ez az egyik, a másik, meg hogy mi úgy, meg ugye, hogy mi adót is kell ezután fizetni, szóval a 4000 helyett fejenként mi valószínű 3000-et látunk havonta. Uh-huh. Szóval azért adó az elég komolyt, főleg New York és New Jersey-ben, de igen, de na mindegy, szóval, hogy ez azért összeadódik, és minden. Többet szeretnénk keresni, ez nem a cél, persze, meg hogyha házat szeretnénk venni, az semmi, érted? Uh-huh. Hitelkeretet fel kell itt építeni, az amerikai cuccok, amik itt vannak, azt muszáj megcsinálni, nekem még nincs hitelkártyám sem, amit ide költöztem, szóval muszáj egyet nyitni. Majd abba is segítek, vagy elmondom, hogy szerintem hogy kell csinálni. Jó. A másik, ugyanezt mondta a Rozi is, hogy amikor kérdeztük, hogy mennyit keres, vagy Attila kérdezte, mert én ilyeneket nem kérdezek. Csak hogy nézlek téged a monitoron. Nyugodtan. Hogy ő mondta, hogy mennyit költesz. Mert valaki keresett $2,000 egy hónapban, de hogyha csak 1000-et költesz, vagy 500-at, akkor az jó. Ha én elmondom, hogy én összeszámolom, hogy mennyivel indul a hónap, nekem is valami 7000-rel indul a hónap. Nem annyit keresek, hanem annyit kell, hogy kiadja. Ezzel indul, igen. Szóval ebből nem szabad következtetéseket levonni szerintem. De azért felejtsük is el a pénzt, meg a politikát. Márk. Pénz, politika, szex, még miről beszéljünk? Mondja nyugodtan. Én nem tudom, tehát tényleg azt tudom neked mondani, Márk, hogy te egy nagyon ügyes, talpra esett, és igenis önbizalommal rendelkező fiatalember vagy. Köszönöm. Most már biztos. Most már biztos, igen. Tehát most neked ezt kellett, ezt a 9-8000 kilométert, vagy akármennyit számolhatunk, megtenni, ahhoz, hogy a komfortzónából jó nagyot léptél. Lehet, hogy éppen valakinek pont osztrák is elég lesz, vagy akármi. Igen. Sőt, vannak olyan barátaink, képzeljétek el, akik Bulgáriába jetski parkot nyitottak a tengerparton, és tökre vidámak, tele vannak, és happy az egész élet. De tényleg az kell, hogy az embernek valami történjen olyan dolog az életében, hogy igenis kilépjen, és akarjon ezzel valamit csinálni. Értek, de még mielőtt befejezzük, mi van a színházzal? Jó kérdés, nagyon jó kérdés, mert erről teljesen elfelejtettem beszélni. Ebben is tudok segíteni, hogyha akarsz lépni egyet itt. Színház, az mindig is úgy voltam, hogy színház azért tetszett, mert ugye színészkedés, de én a filmben azért, azért ezt így sokkal több kedvem lenne azt csinálni, és csinálom is mostanában. Most benne voltam egy ilyen kis filmben, ahogy mondtam, ami vasárnap lesz a premier, megyünk oda, Róza is jön, Róza is meg van hívva, jön, mert mi jobban vagyunk vele nagyon, a feleségem is ismeri, és
Ez elméletileg tovább fog folytatódni, ez egy ilyen sorozattá fog alakulni, ami, ahogy mondtam az elején, hogyha elkezdesz színészkedni, akkor muszáj felépíteni egy ilyen portfóliót, és akkor, hogyha az van, akkor több dologra tudsz jelentkezni, és ez, szerencsére nekem ebben is nagyon nagy szerencsém volt, hogy fenn voltam egy oldalon, azon vagy backstage, ahol jelentkezek castingokra minden nap. Ezt hozzáteszem, hogy a modellkedés és a színészkedés, ez egy mindennapi meló, amellett, hogy én még mit csinálok, nekem minden nap fel kell mennem különböző 5-6 különböző oldalra, amikért fizetek is egy-kettőért, ugye a membership, vagy hogy mondják ezt a tagsági. Tagsági. És akkor ott tudsz jelentkezni castingokra. És akkor tegyük fel, 10 castingra jelentkezek naponta, abból jó, ha egy visszaír, és akkor utána még van második menet, vagy mit tudom, amikor visszahívnak, callbacknek hívják. Igen, és akkor utána ebből nem tudod, hogy mi fog kisülni. Szóval ezért mondtam, hogy nekem mindenféleképpen kellett valami amellé, de viszont a színészkedés, meg a modellkedés nekem az egy olyan ilyen szenvedélyen mondhatjuk így, hogy én ezt mindenféleképpen tovább szeretném csinálni, és ebből... Neked ez a modellkedés, meg a színészet az egy ilyen... hogy mondjam, egy olyan álomút lehet, ami esetleg így tovább tud téged, úgy következő lépésed már akkor előre kezdett kitaposni, ugye? Igen, én is úgy érzem, igen. Ez egy olyan nem is tudom, egy dobogó, amire így fellépsz, és tényleg elrugaszkodsz róla, hogy ami ez, hogyha tegyük fel, ha csak nem egy Netflixes sorozatba beválasztanak egy nap, az annyiért. Tehát tök mindegy, hogy mennyit próbálkoztál, meg mennyi kudarcért, mert ebben a szakmában nagyon sok kudarc van, és ezt le kell nyelni sajnos, mert ez így van. Ha ezt személyesen veszed, meg úgy van, hogy megsértődsz, akkor soha nem leszel sikeres, érted? Hát Amerika nem is erről szól. Tehát itt az, hogy egy nap kaptál egy pofont, este megrázod magad, reggel mész a következőre, egyszer nem szabad nézni, hogy tegnap mi volt. Igen, igen. Péter. Nem akarlak megint kirázni a ritmusból, de már másodszorra emlékeztem, hogy mondtál, hogy azt mondtad, hogy casting. De angolul meg azt mondja, hogy casting. Szóval amikor te angolul beszélsz, vagy angolul szavakat használsz magyarul, akkor ugyanúgy akkor a castingot miért nem azt mondod, hogy casting? Tudod, mert ugyanúgy podcast, vagy az, hogy amit mondtuk, a duplavések. Ez egy jó kérdés, mert nem tudom, hogy mondják a podcastet magyarul. Az hogy van magyarul? Podcast, nem? Podcast. Ott is az, hogy podcast vagy podcast. Tehát nem tudják ott se igazán. Mert ez annyira új, ez egy annyira ilyen új hullám, amit nem is tudom, hogy én ezzel, vagy akármikor ki kellett ezt nekem mondani, ezt a szót annó, amikor otthon éltem, érted? Hát akkor mi nem kellett, ez egy pár éves. Igen, történt. Pár éves. Szóval akkor casting vagy casting? Angolul nekem casting, magyarul casting. Aha, szóval amikor angolul beszél, amikor magyarul beszélünk, akkor mindig azt mondjuk casting, amikor meg, ha elkezdenénk magunk között angolul beszélni, akkor meg azt mondjuk, hogy I'm going to a casting. Igen, mert hogyha azt mondanád angolul, hogy casting, akkor egy kicsit feldén néznének rá, hogy de casting. Akkor, vagy azt mondanák, hogy ez Texasból. De akkor amikor magyarul beszélünk, miért nem azt mondod, hogy casting? Most ezt magamnak kérdezem, egy kíváncsi vagyok. Ez egy nagyon jó kérdés. Igazából én annyira meg vagyok zavarodva egy-két szóval így angolul, meg magyarul, mert az a helyzet, hogy egy-két szó magyarul, meg angolul még ugyanúgy is van, érted? Uh-huh. Ez pont nem az a szó, de igazából csak meg vagyok zavarodva ilyen szempontból, amikor egy-két szót így ki kell. És ejteni. Nem tudom, találkoztál-e már íremberre? Írember? Igen. Aki beszél angolul, és nem tudod, hogy nem most hogy beszél, vagy nem beszél. Tehát. Nem van a Conor McGregor, tudod? Mm. Az is komolyan nyomja az angolt. Mark. Júj. Akkor azt akarom mondani, hogy Bocsis Ádámnak elmarad a holnap a meccse. A Bellatorban, mert az ellenfel, aki elég ilyen kis bunkócsa volt, mert állandóan bunkón beszélt, nem tudta a súlyt hozni, vagy valami ilyesmi volt, amit most hallottam az Ádámtól, és elmarad a meccs, ez eléggé gáz, mert nagyon mérik az Ádám is a másik emberre. Szóval azt mondta, hogy megfogozza hát, a meccs után. Mókuska érzi a ritmust, mert most hirtelen én is kapkodtam a fejem, hogy milyen Ádám, de sikerült összerakni, igen. Az a magyar srác, akit majd szeretnénk meginterjúvolni. Beszélgetni vele. Beszélgetni vele.
már csak azért ismerő ketrec harcozik itt kint Amerikában, és nagyon, nagyon jó eredményeket ér el, és ő mindenféleképpen kell ide a mi kis műsorunkban. De most itt volt Lefrel Márk, köszönjük szépen Márk, remélem nagyon most megnyugodtál, és tényleg jól esett ez neked, nagyon bármiben jó. Tudunk segíteni, szólj, anyudékat csókoljuk, puszíjuk a két öcsédet is, és az egyiket akkor hozd ki, és akkor bemutatjuk itt a nagyvilágnak Amerikában. Mindenféleképpen, köszönöm szépen. Sziasztok. Benjamin. Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok.